show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra múlt 10 perce, a rohadt sötét, hát gyerekek, alig találtam ide. Hello Feri, hello Hedi! Hello, drága hallgatók, hát amikor az ember örül, hogy már világos van este, akkor sötét van reggel. Hát megőrülök, komolyan mondom. Most csak egy kérdés, és aztán már nem zaklatlak ezzel benneteket. Ha mit megspórolunk délután, azt most nem elköltjük arra, hogy most még égnek a lámpák viszont? De. Hát basszus, én ezzel gondolkoztam, én ezt nem értem. Hát én ezt nem értem. Egy hét ezelőtt akkor már le lehetett oltani mindent. Meg otthon se kapcsoltál lámpát. Így van. Most elkapcsolom. Igen. Akkor igen, mert az emberek még nem keltek föl. Tehát ők úgy gondolják, akik az orrállításban hisznek, hogy az átlagpolgár 7-kor kell nyáron. Érted? És akkor már, és akkor már így. Este na, meg sokáig van világ. Nem is akarlak ezzel fárasztani meneteket. Milyen volt a húsvét? Kinek hogy telt a dolog? Jó volt? Jó volt. Jó volt, kellemes volt, nyugis volt. Igazából nem volt benne számunkra legalábbis semmi extra. Hál' Istennek a alacsonykodók elkerültek minket. Én mindig azt tudok csinálni, hogy igen, mondom nekik, hogy igen, mondjuk volt olyan a 3 napból mondjuk egy, amikor otthon voltunk. Egyébként ez pont húsvét hétfő volt, és akkor ilyenkor én mindig előre szoktam menekülni, vagyis azt javaslom virágnak, hogy menjen el oda, ahol locsolkodnak. Hát ne jöjjenek ide. Menjen át oda, menjen át a kis uncsitesójához, és akkor ott locsoltassa meg magát, meg hogyha tudom, hogy oda mennek még rokonok, menjen oda, persze, locsolkodjanak, beszélgessenek, vigyél oda a tojásokat, miket meg hagyjanak békén. Hát ilyen antiszociális. Kiraktad az állatáblát. Persze. Aztán kiderült, hogy az egyik szomszéd kisfiú át szeretné jönni hozzánk, nem volt otthon, semmi, mindent felzabáltunk. Mondom a kanyának, hogy ugorjál meg ki, akkor bennyök útra, és akkor hozzá már onnan valamit biztos van, hogy csak tojás, vagy ilyesmi. Úgy bevásárolt, mint azon, mondom, hogy minek? Hát, ha jönnek még? Minek vettél 20 darabot mindenből? Gyerek nem jött át. Vedd fel a fülest, mert suttogsz, Jani. És ja. Az egész olyan, mint a titokban rádióznánk, és még nem lenne. Igen, tehát nem lenne műsoridőnk, és még mint egy ilyen kalózrádió. Még az van a bárnél, hogy üvöltözött az állat, aztán nem most meg egy picit visszafogottabb vagyok. Na mindegy, a lényeg az, hogy aztán rettenetesen bevásárolt, hazajött 3,5 kiló csoki tojással, meg mindennel, aztán a vége az lett, hogy a kisgyerek nem jött át. Hát mondom, te jó. Szörnyű, ez téged annyira frusztrál, hogy kidobott 3,5 kilónyi csoki. Feleslegesen. Látod? Nem. Meg tiszta. Jótékony célra fogjuk felajánlani. A saját magadnak. Nálunk a foglalkozás elérte a célját. Elérte, jó volt nálad is. Megnyitottuk a velencei birtokot, kérlek már most? Szépen. Már most mi leköltöztetek? Hát most ugye egy hét szünet van, aha, és akkor az mondjuk elég kemény lenne a negyediken kihúzni, így aztán leportáltam a családot, kinyitottuk a izét, aki arra járt, azt meglocsoltuk mindennel, tehát mély torok gyakorlatok voltak a férfiaknak, a nőket tegnap reggel megöntöztük rózsavízzel és egyebekkel, és vannak még olyanok a környéken, akik a mai napig se tértek magukhoz. Tényleg? Még nálunk tegnap este óriás mulatság volt, a gyerekeknek ez egy tini diszkó, hogy hívják, alkoholmentes pesgővel, este 9-kor még fent lehetett maradni. Apa, ugye nem kell lefeküdni. Az menő, de hát az kell, hát srácok. Nem is kell menni, most ezen elhelyettem még sehova, úgyhogy. Hol volt a tini diszkó? Ott belül? Nálunk. Igen, és akkor tudjuk, mi volt, azt hiszem, 12 darab gyerek, illetve fő, azt nem darabjára számoljuk. Tehát mindenki, aki arra járt, az bejöhetett. Tök jó, melyek, amíg ki tudtok feküdni a partra, anélkül, hogy ágyalogolná valaki a fürdőlepedőt. Hát simán, persze, és nem is izzadsz. És jön valaki kedden Warburgra a sövényen át? Igen, akkor még azt is megengedjük neki. Jó volt. Na, én szeretem ezt is, szeretem. Hát, de jó is, persze, jó hát, az. Sokan szeretik. Mi az a 22 fok, ami lesz? Tehát ezt nem is értem. Hát, ami csak 22 lenne, valaki még olyat is prognosztizált, hogy nagyobb bátor volt, de hát lehetséges, hogy bejön neki, hogy 25. Ja. Az hogy? Tehát most péntekre, ugye, ami 4 napú van, 23 fok, ami lehet, hogy tényleg 25 fok lesz. Azért az picit szemtelen. Nem? Most átestünk a másik oldalra, de jónak tűnik egyébként. Mi volt ez a meccs a horvátokkal, amit játszottunk, mert én csak azt láttam, hogy döntetlen és zsuzsi gólt lőtt. Miről szólt? Jó kis semmi. Ez egy barátságos meccs volt? Igen, de hát ilyen felköszönös mérkőzés, egy-egyet játszottunk. Aha. Úgyhogy az nem rossz. Ilyen kaliberű csapat ellen. Felkészülés az EB-re? Igen. Aha. Igen, és ugye hát pontosan arról van szó, hogy a horvát csapatról most azt mondják,
tudják, hogy ők azért a világ élvonala felé jobban tendálnak, mint mi. Uh-huh. Én hallgattam, pont jöttem haza, éjszaka is hallgattam a közvetítését, és akkor ott ez többször elhangzott, hogy ez mekkora dicsőség ez az egy-egy. Igazából, ami egyébként tök érdekes volt, hogy a meccs az olyan fulltelt házas volt, mint az uh-huh. állat, és hogy ezek szerint a normál jó focira, mert most már kezdünk kicsit abban hinni, hogy a magyar válogatott jó focit játszik. Arra ugye? Kíváncsiak. De igen, arra kíváncsiak az emberek, pont most olvastam, ma reggel 100 millió forint jött be annak, aki MLS, gondolom, ő rendezte. Ezért 100 millió jött be a meccsből, és nagyon-nagyon jó meccs volt, tele volt minden, és hogy élvezték az emberek, és az jó. A válogatott meccsekre ezek mindig többen kíváncsiak, mint a klub meccsekre. Igen. Tehát azért azon sokszor telkház van. Az nem nehéz. Ismerik a nézőszámokat. Igen, hát az nem nehéz, mondjuk. Igen, a nézőszámokat erősen idézőjeles a nézőszám. Igen, 200-300 emberről van szó körülbelül, ugye? Tehát ahhoz képest mondjuk egy válogatott meccse, meg az arénában ugye telt ház volt. Nagyon szeretik. Én pont jöttem arra felé, mert ott volt dolgom, itt a grupamánál, és mondom, menjél mennek Fradi meccse, mondom, az iskoláját. Mi mondom, nincs, mi van itt? Elképesztő tömeg, buszok, emberek, kivékültek, mi van, Gabival? Kivékültek az útra. A főnökkel, és ennyien mennek meccsre, és aztán láttam, hogy hát én ugye a focit nem nagyon követem, hogy Magyarország, Horvátország 1-1, ráadásul a Gyugyi óriás szabadrugás góllal, ugye a második félidőben oda tette magát, és brutális gólt vart be a horvátoknak. Csak azon gondolkoztam, hogy már úgy kezdődött el az EB, hogy nem tudunk róla, ennyire analfabéták lenni. És már megy a meccs, még egy szót nem szóltunk róla a héten. Ennyire nem értünk a focihoz. Aztán nem volt időm utána olvasni, mert elég sűrű volt a dolog, és aztán most, ahol tudom, hogy ez barátságos meccs. Na jól van. És mikor indul az EB, azt tudjuk? Nem. De majd megtudjuk. De idén? Igen. Az információ jó, Isten, de hülye vagyok. Megmondom, de hülye vagyok fociból, te jó Isten. Őszintén megmondom, engem az olimpiai jobban érdekel, mint a foci EB, úgyhogy én inkább arra koncentrálom. Hát, csak is sűrű lesz, igen. Jó lesz most, figyeljetek, már kap egy picit, kapjon nézed. Már el a gépszi, hogy végre, hát sok-sok év elment anélkül. Hát egy generáció felnőtt, tehát ez most én is várom, én is nézni fogom. Sőt, egyébként még drukkolni is fogok, tehát végre, most tudom, persze, ezt én nézni fogom. Tehát gyerekek, 86. Illetve EB az 70 valamennyi, vagy nem tudom, az 40 év. Hát ez most már azért most már nézni kell, és drukkolni kell. Közösségi élmény, teraszok, fröccsök, nagy tévék, érted? Igen. Bárhol, minden magyar sportolónak drukkolok, függetlenül attól, hogy milyen sportágról van szó, úgyhogy ajrá, fiú! Szemét vagy, egy kicsit több lelkesedéssel álljál bele, ha már a hazánk fiai játszanak, akkor ott már illik drukkolni. Mi szívtuk a vérüket, de én ki akarok menni majd egy meccse. Egy magyar meccse. De nem mész ki. De akarok érzed. Nehéz, mert, hát nyilván lehet. Mert annak azért még vonalak, ahol már amiket fel a kérdés. Nem vagyok még olyan öreg, hogy ne legyen. Olyan hangulat van ezeken a meccseken, hogy én egy magyar válogatott meccsre biztos, hogy szerzek egyet. Hát azért itt is, ott is akad kontakt, úgyhogy valahogy meg kimegyek. Meg akarok nézni egyet. Most meg a Babos játszik éppen élőben, azt igen, nézem. Igen, a Kerber ellen. A Kerber ellen, és 3-2-re vezet a döntőszedben. Az jó, mert láttam, hogy az elsőt azt hozta Kerber, a másodikat Babos. Igen. Ez egy nagy dolog, a Babos Timi most éppen a Miami Open-en játszik. Nem gyenge. Az nem gyenge, és egészen jól áll, nem tudom, ez most hova jut, 8-at döntő, 4-et döntő, nem 8-at látom. 8-at lesz szerintem. 8-at döntő? Azon abban vezet most 3-2-re, és ha ezt hozza, akkor egy break előnye van 4-2. Azért rossz. Miami-ban, de menő. Ott vannak most az ezres tornák, igen. Csak nem tudom bekapcsolni a tenisz tévémet, a applikációmat, mert nem tudok valami, nem enged fölhangolódni. És a tévén nem adja. Ott szerintem az ezreseket a Digi adja. Van digging? Nincs digging, legyen holnap. Akarsz, Zsűr? Vegyünk, hogy mi legyen. Zsűr, valahogy hackeld meg. Lehet olyat, hogy itt valaki más szolgáltat, és te azt mondod, te tudsz szolgáltatót cserélni? Persze, hogy nem, én nekem egyszerre két szolgáltatom van otthon. Na nem lehetsz ilyen nagy kép. Hát ide is lehet. Hogy az a fenébe? Hát de nálam a házban például van mit én 100 lakás, most mondtam igen. Valamit. Mi behozattuk a UPC-t, igen. Annak idején, na azt most digit szeretnénk. Na de te saját tányérral még behozhatod a digit például nyugodtan. A szomszédok, ha fölteszek egy tányért a izére. Na hát de igen. De kábeles nem lehet? Tehát azt mondani, hogy vagy ez hogy működik? Tehát egy kábel... A tetőre. Aha. Nem, te lapos tetőtök van? Azt hiszem. Nem. Igen. Lejjebb a sátortet. Sőt. Na, tetős. Igen, tehát ebb kábella, vagy azt nem tudom, hogy tehát a házban nem tudom, mennyire tudod átvezetni, de például a tányérra már simán be tudod hozni magad. Persze. Fúrsz fölrakod a tányt, és azt mondta, hogy neked még szükséged van 50 csatornára, vagy 100 csatornára, aha. És te pluszba bevezeted magadnak. Kemény.
Nekem is nem olyan van, aki nem a digi. Aha, és akkor most mondtam, hogy legyen egy olyan is. Azért az kell, hogy bali teniszt nézzen, úgyhogy azt is bevezetjük. Na, azt mondja, hogy többen kérjétek, hogy számoljunk be a meccsről, hogyan mondani fogom az eredményeket. Jó, mindenképpen, és akkor láthatjátok, hogy mi a helyzet. Már aki szereti a teniszt, de már 3-3 és 30 semmi a Kerbernek, úgyhogy nem most az adagatását sajnos. Timi is el is vesztette a brékelőt. Nálatok nem volt semmi? Ökörsütés. Náluk mindig van húsvétkor. Nem, tojáskeresés? Mindig van, elmeséltem a többször is. Katyádba. Volt. Tojáskeres. Mama volt. Tessék? Meglocsoltad? Hol? A haján. Nem, hogy idén a csúnyáját locsoltad. Nem volt túl nagy jövésmenés. Most nálunk ide. Csendes kell volt. Pihengettünk. Befelé fordulnak. Kiraktuk az árvatáblát. Ja, igen. Húsvétkor csak az elműködés. Zárva, locsoló, kimélyenek, a lespricez, nézi, anyárat is megkergetem. Felkerültek a kerítésre, úgyhogy nálunk most ebben a szellemben. Ebben a szellemben egy kicsit csendesebb húsvét volt. De jó volt. Csak gyorsan eltelt. Jó volt mindig. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket, hogy mi a helyzet. Mérnek a 4-esen mező Peternél, ezt Lehel küldte nekünk. Aztán Babos Tibit nézitek, erről beszéltünk. Így van, nézzük. Van, aki már játékra jelentkezik. Srácok, eszméletlen volt a meccs, ezt Kriszta küldte nekünk. Hát ez egészen biztos így lehetett. Hát a hangulatot látva, hogy a magyar-horvátra, az valami fantasztikus. Fantasztikus lehetett. Nem tudom, hogy fogtak-e róla beszélni, de ez a farm annyira szar, hogy azt hittem, a köztévét nézem, Bécik. Oh. Majd beérünk. Béci küldte nekünk, és hát a sokat emlegetett vicc, amit ugye mi is nagyon szeretünk. Gyugyu, emlékszel az utolsó ebédre? Igen, rántott hús volt rizsa. Ezt Szil küldte neki. Ezt is ismertük már, ilyen, köszönjük szépen. Ez a reggel nagyon fura, megyek a Nagykörösi, mire azt látom, az út mellett két srác üti egymást erőből. Utána egy autós az egyik bolt előtt majdnem elüt valakit, majd végül a lámpánál egy kocsi majdnem belent a másikba, satufék. Mi a fene van? Jó munkát nektek, csak. Hát még a húsvét. Hát dolgoznak még Igen, azok, aminek dolgozni kell. Ja, de most nem volt nagy húsvéti ellenőrzés, meg hatalmas razzia, meg országos. Hát úgy nem lecsapunk a részegekre. Igen, így nem nagyon hirdették itt, de dolgoztak a srácok. Kim voltak? Pont Ákos mesélt, hogy hány jogosítvány ugrott ittas vezetés miatt. Igen, de az is érdekes, hogy legalábbis én azt néztem, most nem tudom, hogy melyik televíziónak a hírcsatornáját néztem, mert hogy nyilván... Már nem lehet. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy minthogyha évről évre egyre kevesebb részeglevezető lenne. Tehát akik ittasan ülnek be, mondjuk az autóba. Hát már ideje lenne, megjöjjön az agyunk ilyen tekintetből. Tehát, hogy az, aki beül kocsiba a részeg, én nem is értem, komolyan. Meg azokat csak, akik elengedik. Hát az általában az is, majd én tudom, anyukám. Nem ennyi. De majd én úgy is tudom, hogy menni kell. Tehát, hogy úgy se tudom visszatartani. Majd lassan. De nem volt mosok baleset, nyugi volt, nem? Nem. Ugye? Tehát, hogy így egészen, én legalábbis nem olvastam, mondjuk nem sokat tudtam internetezni hétvégén. Na, megmutatjuk akkor, mivel foglalkoztunk pénteken. Hát úgy tűnik, mint a 100 éve lett volna. Ilyen fogalmam is, hogy így most megkérdeznéd. Átcsörgött a Paksi Rádió hozzánk kivételesen. Ja, igen. Jó fejek voltak a srácok. Igen. Nem mit rólkodtunk, mi csináltuk az adást, beszéltünk egy témáról, talán pont a húsvéti hősöket kerestük a családokban, és betelefonált hozzánk a Paksi Rádió, megnézve, hogy ha mi már annyi helyre betrólkodtuk magunkat, akkor hozzánk mennyire könnyű bekerülni. De hát hál' Isten, Anna résen volt, felkapta a telefont, és adásba tette a fiúkat, akik egyébként egészen jó fejek voltak, és ha arra gondolunk, hogy milyennek kellene lenni egy reggeli műsornak, akkor az övéket mondanánk, hogy kiváló hangulatban két fiú készíti ott a reggeli műsort, és jó arcok voltak, lazák, flottak. Igen. Nem? Így van, nem voltak megilletődve, nem is kell tőlünk nyilván, de hogy azért a legtöbb a múlt heti rádiós, nagy rádiós tesztünk, vidéki rádiós tesztünkön belefutottunk az olyan emberekbe, akik hát, hogy is mondjam, félrenyeltek, amikor meghallották, hogy ki van onnan a másik végén. Keresgéltük a rádiós lexikonban az így betűnik az improvizáció. Igen, szóval, hogy hát sokan megilletődtek, de a paksi srácok nem, úgyhogy adásba tettük őket, és velük beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk, aztán jövünk még a hírek előtt. Leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét lett pontosan egy perc múlva. Jó arcok voltak, tényleg kifejezetten lazák, könnyedek és jó arcok. Úgyhogy velük lehetne reggeli műsort csinálni, nem?
majd november után felhívjuk őket. Ja, igen. Hogy ráírnak-e. Ja, vagy mi, hogy ráírnak-e. Igen. Beadunk egy önéletrajzot, nem? Azt hittem, azt mondod, hogy ha valakit majd javasolni kell helyettünk, akkor... Akár, hívják őket Paksról, vagy mi hadd adjunk be Paksra egy önéletrajzot. És kíváncsi lesz valaki a véleményünk, akkor őket fogjuk mondani. Mindenképpen a Paksi fiúk legyenek. Na, csonkahetünk van, úgyhogy aki játszana velünk, az iparkodjon, tessék jelentkezni játékra. Fél hét van pontosan, ha játszanátok, írjatok SMS-t, ha van friss közlekedés, küldjetek el azt is, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt, 4 perccel, ha már kicsit sikerült fölébredni, akkor ettől a daltól szépen mindenkit visszaringattunk. Nem? Tehát most szépen visszaaltattuk. Visszaaltattuk a tömegeket. Jó kis huligánz dal, csak... Jó, ez kellemes igen. Kis nóta. Kellemes kis nóta, ha bár akarok aludni, akkor mindenféleképpen. Igen. Jó reggelt, a 4-es számú főúton Bocskai kert és Debrecen között közúti ellenőrzés van, ezt Norbi küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán Györúfalú mérnek a rendőrei, ez is Skodából gázos Petya, és Mező Peter a 42-es út mellett van, és nem a 4-esnél. Kaptuk ezt a kis helyesbítést is. Helyreigazítást köszönjük szépen. Na, csokkátunk van, úgyhogy megnézzük ki a hét első játékosa. Összesen mennyit játszunk? 4-et játszunk, ugye? 4-et játszunk, igen, sikerül, gyorsan kiszámolom. Na, nézzük ki az első. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, csigaszülészet! Milyen szülészet? Ha. Hogy tetszik gondolni? Csiga szülészet. Csiga? Csiga? Az. Hát nálunk mindent lehet, akár csigát is szülni. Igen. Igen, jó reggelt. Hello, sziasztok, fiúk, Anita vagyok. Szia. Anita, hello, Anita. Mi volt ez a csiga szülészet? Ezt hogy érted? Már tudom, mi az, csak hogy... Hogy érted? Hát ezt? Nem hiszem, hogy létezik ilyen. Nincs, persze. De majd játékban elmondom, hogy ezt hogy értem. Játékban elmondod. Jól van. Mondjátok, hogy egy hosszú hétvége után egy sima, egyszerű, átlagos, hétköznapi játékost vártatok. Nem. Egyébként tényleg nem. Sőt, örülünk, hogy egy kicsit kevésbé hétköznapi játékosunk. Anita, kivel játszanám? Én veled szeretnék, mert te szereted az ilyen picit extrémebb dolgokat, vagy legalábbis vehető vagy rá. Mint a csigaszülészet? Mint a csigaszülészet szeretek én másfajta. A csigaszülészet, hát szerintem pont a te témád lesz. Jó, de menjünk bele a csigaszülészetben. Jó van, Anita, mehetünk? Így van. Na figyelj akkor, Jani. 3, 2, 1, fire. Na, itt vagyok. Oké, szóval te hallottál már erről, hogy csigát tart valaki, aztán a csigák tojást raknak. Arról hallottam, hogy valaki csigát tart. A csigák tojást raknak, tényleg? Így van. Hát általában 200-300 tojást raknak. Uh-huh. Az én okos párom tavaly nyáron a kozmetikusom ajánlotta, hogy de vegyünk 2 darab a háti bengáli afrikai csigát. És mit lehet csinálni egy csigával? Tehát az ott jön, megy, vagy... Arcpakolás. Tehát ráteszed a csiganyál. Igen. Ez az a csiganyálnál megremes csiganyál. Egy jó kis csiganyál, bizonyám. Ezt ismertem, ezt a csiganyálos történetet, igen, hogy a csiganyálat raktak a nők az arcukra. Igen. És akkor neked... nem csiganyálat tesznek az arcukra. Hanem? Magát a csigát. Nem, én azt mondtam, hogy valaki krémek, amik csiganyálat tartalmaznak. Jó, persze, de hát az horribilis összeg, és rengeteg Magyarországon is rengeteg csigapakolás van, uh-huh. Ami már 4-5 ezer forintért elérhető, és ugye az én kozmetikusom kitalálta, hogy kell ez nekem, holott az ő arcán volt egy harapás, és azt mondta, hogy ezt a csiga csinálta. A nyilvánítás, Fölrakott 2 csigát az arcán, és az egyik arcoharapta. És ezért mind a két kezében van egy-egy sokkoló, hogyha bármi történne, akkor lehet, hogy a szegény csigát ott az arcán. Hogy egyszer próbáljátok ki, amúgy ha a tejjel bekened az arcod, és úgy teszed rá, akkor tényleg olyan, mintha így harap, de olyan, mintha áramot vezetnének belé, jó, nem nyilván kettő. És neked vannak ilyen csigáid, tényleg? 2 darab van, igen, és ezek ilyen nagyok, tehát mint a tengerem. És ha megkérjük, akkor behozod nekünk ide egy tesztre, behozod őket, és fölrakhatjuk az arcunkra?
Igen. Na, akkor aha, meg van beszélve. A héten meg kibeni. Hát, jó, biztos nem jó, jó, gyere hozd be. Gyere hozd be nekünk, ha tényleg be tudsz jönni, hozd be a két csigát, és fölrakjuk az arcunkra. Megnézzük, hogy milyen. Jó, leteszteljük. Jó, rendben. Aha, okay. És most éppen mit csinálnak? Egy darab véres felsálon marakodnak? Igen, nem, hanem most az egyik már tojásokat rak. Arra keltünk reggel, hogy ők a hálóba vannak, mert hogy most egy ilyen 25 literes akváriumban vannak, vagy mit tudom Bacsi én. Bacsi Isten, ti rettenetesen be vagytok szakadva. Hát teljesen, és képzeld el, hogy apukám, aki nagy kertész, meg stb. A csigákat szerintem dobálja át a szomszédnak, a hülye lányának meg van kettő otthon. Hát, Isten. Jó, figyelj, te pesti vagy egyébként? Igen. Na, akkor bejössz hozzánk, Anita, valamikor a héten. Fölrakod a csigát. Hát ezt tegyük rá, egy ilyen élő tesztünk is régen volt már. Jó. Jó. Tehát akkor egy csigatesztet csinálunk a héten, megbeszéljük. Adások kívül, mikor tudsz bejönni. Jó? Oké, megbeszéljük. Oké, hívunk. Mekkorák ezek a csigák körülbelül? Kicsik vagy nagyobbak? Mekkorák? Hát ők most már nagyobbak. Nem mondom, hogy akkora, mint a tenyerem. De egy picikével kisebb. Jó, azért ha nagyon arcoharap, akkor az üveget vágom, azt mondd meg neki, hogy lehet jó pofáskodni a balival, meg nem tudom. Kicsit nagyobb harapásnál azért. De majd viszek egy 20-30 tojást, hogy haza tudjátok vinni. Nagyon jó, mindenféleképpen van rá igény. Hozzá csak a tojást, én rájuk ülök és kikeltetem őket, a Benny imádni fogja. Jaj, hát ezek olyan picik, hogy összetöröd őket. Igen? Ja. Na mindegy, én a biztonság kedvéért. Az élet, ezt szeretem. A biztonság kedvéért majd ott állok Balázs arca mellett egy baseball ütővel. Jó, hogy ha támadnod. Nem tudnak, hol a határ. Van nevük? Várj, az unokahúgom adott nekik már is. Csigusz és... Digusz. Lili. Lili. Mennünk el, szakadozik a vonal. Oké, gondoltam. Hívunk adáson kívül. Ciao, ciao. Hello, hello. Mindig mondom, gyerekek, ribotrira nem szabad. Mert hogy nem szabad. Vagy nyugtató, vagy alkohol. A kettő együtt nem fér össze, basszus. Sok. Hát ez nem szabad. Sok alakban vannak szövődményei. Ribotrira, szanaxra sose így áll. Mert nem ez lesz belőle. Igen. Hogy csigákat vizionál. Az a barátod, hogy pedig ott fekszel hanyat, és csigák mászkálnak az arcuk. 5 perc pontosan, 7 óra, jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen vadon Jani sója. Ez mindenképpen jó. Nélkül nincs reggeli rádió. A mikrofonnál Vadon Jani, ez itt a Vadon Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, megtörtént az óra átállítás. Automatikusan áthangolódott a legtöbb telefon, és egy órával tovább van világos. És hát jó, reggel viszont most még sötét volt, viszont már jön a napocska felfelé. Ha elhúzzuk a függönyt egy kicsit, akkor majd jön egy kis természetes fény is. És Ákos is mondja ezt a 23-25 fokot. Ez szenzációsan jó lesz. Igen? És marad hétvégére is? Marad belőle, igen. Marad belőle, igen. 30-32 fokot mondanak hétvégére. Valahol. És ez mindenképpen jó, mert hozzászoktat minket, ha jöhet 40 fok. Jön a kánikula. Na, azt mondja, hogy Dunaharaszti nem a világ közepe, de a szervek egy Mercedes kiszbuszra kitelepített térfigyelő kamerával figyelik a száguldozókat a határúton. Mi van? Kiszbusz? Dunaharaszti nem a világ közepe. A határúton. A Dunaharasztiban a határúton, vagy aha, itt a határúton? Miért ilyen fura ma mindenki? Dunaharaszti határút. Dunaharaszti határút, tényleg? Nem lehet, hogy Dunaharaszti felé akar menni, és a határúton megy kifelé? Aha, az is lehet. A geszócska viszont engem abba az irányba terel, hogy itt igazából a hírnek a lényeg az az, hogy egy merga kis buszra rakták föl. Tehát, hogy már menő. Hogy már él. Tehát itt nem egyszerűen egy Skodáról, egy Warburgról, vagy egy nem tudom miről van szó. Hanem egy mergáról. Egy mergára rakták fel. Egy mergán mérnek, az komoly. Öcsi sajt. Menő. Na, vannak csigáink, akkor a héten leteszteljük. A héten leteszteljük az archarapó csigákat. Felhívjuk majd a játékosunkat, ugye, ha valaki nem hallotta volna, Anita felajánlott nekünk két csigát, hogy behozza az ő kis tojásakó csigáit, és felpakoljuk az arcunkra, és megnézzük, hogy harapnak-e. A tiédre. Tessék? Én felpakolom. Láttál már ilyen csigát? Ez egy óriási nagy nyálkás. Az megnézzük, hogy milyen kívül. Fölcupol az arcodra. Mint egy nagy WC pumpa. Kíváncsi vagyok, hogy harapnak a csigák. Tojásra szaporodik a csiga, tényleg? Mm-hmm. Igen. Tojásra akkor? De kapsz 30 tojást is, azt mondta, hogy legyen. Csigád. Hogy a tojást? Aha. És ebből aztán kikelnek a kis csigák? Nem, omlettet kell belőle csinálni. Amit lehet megeszek, tehát nyínyánc vagyok. Igazából nincs vele baj. Az nagyon fontos, hogy előtte éjesztetni kell őket sokáig. Hogy kijöjjön belőlük minden a csigákból.
Úgy csinálják. Na, mikor kell, hogy kijöjjön belőle? Hát, hogy egy picit kulináris vonalra megyünk át, akkor mindig azt szokták csinálni, hogy mielőtt felhasználják, azon egy kicsit koplantatják őket, hogy kijöjjön belőlük a cucc. Hogy ne egyél csigakakit, amikor eszel. Igen. Én ettem csigát, nem finom. Én nem tudom a franciák, hogy tudják megenni. Hát figyelj, én nem érzem a csiga ízét. Hát egy ilyen vajas krémet eszel meg, gyakorlatilag ugye visszatöltik szegény Jószágot a saját házába. Fűszeres vagyok, hogy érzed rajta a fűszereket, azt csókolom. Igen. Annyira kegyetlen, hogy gondolod, hogy csiga vagy, ezért csak kikapnak, felkapnak, beledobnak valami forróba, vajat csinálnak belőle, megdarálnak, és visszatesznek a saját házadba. És visszakennek. Visszakennek, vagy nem, nagyon fura száj, így közelítesz egy ilyen nagyon fura szájhoz, és utána benne még úgy robban, hallod, hogy szétroppan a házad, és bevégzett, mint vajas csiga krém. Ez a csigák léte. Nincs túlságos. Ugye, hogy milyen értelmetlen a csiga lét. Békés Csabáról Dobozi úton van egy trafink, úgyhogy vigyázzon mindenki. Bali, nekem 20 darab piócán van rábevihetem, rárakom az arcodra. Hát azt is szívesen nagyon kipróbáljuk jó, egyébként. Nagyon jó. De szerintetek egyébként, bocsánat, hogy szavatokba vágok, de hogy a csigák miért mennek ki az esőben az útra, és mennek át a másik oldalra, amikor ott is ugyanúgy esik, ahol éppen voltak? De ezt ő nem tudja. Hát a másik oldalon jobban esik? Hát persze, az egy jobban csúszik olyankor az út? Választó sáv, ami ha ő egyszer átjut, akkor egy új dimenzió nyílik meg előtte, nem tudja, hogy én ott is ilyen erdei futásoknál megőrülök. Megőrülök, amikor kimegyek, és éppen esett az eső, vagy pedig előtt akármi, kicsit nedvesebb a légtömeg, és akkor hirtelen megjelennek az úton, és így kerülgetni kell őket, mert a szívem szakad meg, amikor összetaposok egyet, de olyankor nem szeretem őket. Picit utálom is őket. Hát miért nem várod meg, míg elmegy előtte helyben futással? Magas térdeveléssel ötödik órája. Az ő területi, hogy álljál meg rendesen, míg a vonat áthalad, érted? 32. órában János még mindig térdemelés. Magas térdemelés, de futsz meg. De miért jönnek esőben elő? Mi megfulladnak? Mert a giliszta azért jön elő a földből, hogy megfullad a sok esőtől. Aha. És följön a felszínre, hogy ne fulladjon meg. Tényleg? De azt olvastam. Azért jön föl a csiga, a giliszta, hogy ne fulladjon nem meg. Nem folyik el mellette a víz? Nem, megfullad. És ugyankor följön a felszínre, hogy ne fulladjon meg. Ugye a bőr tömlőin keresztül, hogy lélegzik, ezt is így tanult a biológiával. Feljön, és ott nem fullad meg, és elmegy az eső, akkor szépen visszamegy a földön. Egyébként ugye megfullad. De a csiga mi az Isten csinál esőbe? Mert tényleg baromi sok csiga van esőben. És mit akarnak a giliszták a garázsunkban? Képzeljétek el, azt, hogy takarítsatok. De akar egy kicsit szobabiciklizni, vagy mi? Vagy fel akar mászni a bortás falra? Mikor a csigára visszatér, bocsánat, egy pillanat, hogy a disznót is leválják, ledarálják, és visszatöltik a saját házába. Tehát tulajdonképpen igazából azért a legtöbb állat így végzik. Ez történik. Jó, de más azért a kolbász, valljuk már meg. A saját bőrébe visszatölted. Azért az fura lenne tényleg, hogyha ide jönne valamilyen idegen civilizáció, és akkor így mondjuk így meg akarnának ismerkedni a hurkának az előállítása, vagy a kolbásznak az előállítási technológiájával. Ja, és akkor mentél egy kis állat, és akkor hogy így előtt megpercserik, hogy felbontják, levág, igen, akkor beleit kitisztítik, és a belegbe visszatöltik, mi van? Na, hogy vannak gilisztáid, azt mondtad? Ha képzeljétek, és általában beindulnak mindig a garázsba valamiért. Most lehet, hogy azért van, mert ott szárazság van, tehát érzik azt, hogy mit csinálok, jó kis műkő. Na, de ez a nem érte. Jön föl. Azt mondta a Balázs, hogy akkor jön föl, ha nem kap levegőt. Ott nálad kapnak? Ott kapnak levegőt, de nem éri be azzal, hogy megáll a viakoloron, hanem bemegy a garázsba. És állandóan befele tartanak a garázsba a belső része felé. És nem tudom, hogy miért. És a felénél általában annyira kiszáradnak, hogy a vége az lesz, hogy marad egy ilyen kis intarzia kövön. Ez volt a néhai gilisztának a porhüveje, igen. És akkor úgy marad. De hogy mit akar bent? Mit hagytatok be? Mi van a garázsotokban? Van egy kis zsámoly, van egy tolóckodó, van egy bordásfal, ott van bent a fekvőnyomópad is. Megőrülök, zsámoly van a garázsotokban. Zsámoly, ahol zsámoly. Igen, csak csináltok zsámolyugrást, nekifutás kis nadrágba, klokgatyába, magas fehér zokniba, zsámolyugrást csinálsz a garázsba? Ez Istennek van zsámoly a garázsban. Fölnépé csak csinál, igen, biztos. Egy, az. Hát részben igen, de én mindig akartam venni egy zsámolyt, és aztán vettem is egy pár évvel ezelőtt. Gyönyörű lehet. Autó nincs. Totál klasszik zsámolj. Autó nincs a garázsban. Kis fadobozal. Nem, semmi. Aha. Nem. Az kim ázik az esőben, a szőnyegek alatt. De te erre a nagyapám még tartottak befőttes üveget, szívva befőttetnek kompótot a garázsba, újságpapíros üvegekbe, ugye, de nem álltak soha a trabival, mert a garázs szent volt. Egyik sarok műhely. Egyik sarok műhely a garázsba, kis ízével, ilyen kis polcos szettel, a másik oldalon a befőttek vannak, és de neked még középen a tolóckodat. A garázs az, ahogy Balázs mondja, a garázs egy szent hely. Az nem feltétlenül arra van, hogy az ember egy autóval álljon benne. Az esetek nagy többségében arra apámnak van. Apámnak nagyon kell ez a hely például, ahhoz, hogy a reggeli kis tornázásit elvégezze, és szűk volt a garázs, és ezért azt csinálta, hogy a kis polszkit befordította a fal felé. Úgy, hogy berakta így.
berakta így a falnak, neki tolta. Csupasz kézzel? Igen, igen. Addig döcögtette, amíg elfordította teljesen, és aztán így betolta. Csak a tősárgyak is voltak. Honnantól kezdve használtatlan volt az autó. Azért onnan, mire Y-ba kiparkolsz, kicsit előre kicsit. Ott nem lehetett Y-ba se kiparkolni, mert hogy 5-5 centi volt a fal. Be se tudta szállni. Miért azért egy ilyen kis polcki 600 kiló, hogy tolta be? 6-700 kiló van egy ilyen kis polcki. Ő megoldotta. És ő is minden reggel tornázott, tehát lement a garázsba. Ha most már értek lassan mindent. Gyerekek, senki nem tornázik már a garázsba. Az emberek elmennek edzeni, meg nem tornáz már zsámoljon kizokiba, klotgatjába a garázsba, tényleg. A befőttes üvegek között. Hát miért nem haladsz egy kicsit a korra? Nem. De az, hogy kis zsámolyban a garázson fehérzoknyiban fölle lépkedsz azért a befőttes üvegek között, az megint más. Tehát én arra, nem arról beszélek, amikor van otthon egy konditermed, mert oké, kis gyúrott sarkot leraksz magadnak, egy kis kézisújtó, francia rút, fekve, nyomópad, oké, azzal nincs baj. Ez ugyanaz, csak ez lőnici zsámolyra, style. És közben fölbudultam egybe fölé. Anyuka! A tavalyi szilva legfár így elvett balra, jobbra, meg kicsit fölléptél a zsámolyban, és kicsit leesel. És tehát azért néhány régi fekete-fehér lúferinyos kép, ott sárgul a falon. Szóval azért az picit más. Ezen az otthoni edzőtermen én is gondoltam, mert már annyira nyűg lemenni egyébként. De lemész, és átöltözön. Tehát ha egyedül vagy, magányos vagy, akkor otthon jó. Otthon jó gyúrni egyébként. De nem a garázsban. Tehát tudok egy ilyen zsámolyokat lehet. Zsámolj, nem akarnék. De új, vagy használt zsámolj, vagy új zsámolyok? Újszerű állapotban lévő használt zsámolj. Már szerintem egy 15 éves. Semmi hibája nincsen, csak hogy a nővérem cigivel kiégett a tetejét, egyszer mindig azon ült. Azon a szent helyen rágyújtott. Aha, mindig lement a garázsba cigizni. És addig csináltam, hogy kiégett a műbőr tetejét. Na, nem tudom, hogy olvastátok-e azt a cikket, ami most az egyik bulvárlapban van, ami arról szól, hogy bevallották a nagy könyv üzletházak, hogy miket lopnak tőlük leginkább. És egészen elképesztő az a lista, ami vezeti az ellopott könyvek listáját, mert hogy vannak olyan tolvajok, akik bemennek és 5-10-et leemelnek a könyvekből, majd a fekete piacon értékesítik. És különböző könyváruházakat kérdeztek meg arról, hogy miket lopnak náluk, és kiderült, hogy egyértelműen vannak... Szigorúan bizalmas. Sajnos már antikváriumban kapott. Igen, és csak gyűjtőknek. Régen százasával emelték be a polcokról. Nagyon sokat... Raklapszám vitték. Igen, a könyvem a fekete piacon, de most már sajnos nem lopják, mert nem kapható. Van az internetes piacszereken ez a kis jelző, a gyűjtői példány. Igen. Most már csak ilyenek van. Most már csak ilyen van, de most kiderült, hogy mesekönyveket lopnak a legtöbbet, méghozzá Bogyó és Babócát lopják leginkább. Ó, gyerekek, ne. És ez nem valami promóció, tényleg erről van szó. És azt hinnéd, hogy ugye elsősorban mint telefonokat, műszaki cikkeket, nem tudom, tényleg laptopokat vagy ékszereket loptak, de nem, emberek bejárnak könyvesboltokba is lopni. És az egyik bulvárlap megtudta, hogy a legnagyobb könyváruházakban nem is egyesével, hanem tízesével lopnak olyan könyveket, amik aztán sokat érnek a fekete piacon. Vagyis tulajdonképpen a legnagyobb slágereket, a gyerekkönyveket lopják leginkább, Bogyó és Babóca sorozatokat. Ezeket szeretik a legjobban, aztán ezeket eladják a fekete piacon. És most jöttek még oda hozzám aluljáróba, hogy kell-e Bogyó és Babóca könyv. Tehát, hogy ezt milyen fekete piacon árulják? Vagy hol árulják? Kinek árulják? Szerintem interneten adják el, ugye, mert a gyereknek könyvet venni az jó, az menő, és tényleg marga drága. Tehát, hogyha egy ilyen Bogyó vagy Babóca sorozatot össze akarsz rakni, akkor azt szerintem 10.000 forint fölött vagy már a cucca. Annyi kell elképzelni dolgot, hogy Eki, Mariska, Herbár, Herzelko, meg van egy 9-es para is, és Bogyós Babóca összes. Igen. Sokkoló két karton marmi, Bogyó és Babóca. Nagyjából így kell elképzelni. Ennek is megütötte a fülemet ez a hír, hogy a fenébe van ez. Interneten adják ők el a Bogyó és Babócát? Igen. Szerintem meghirdeted, és akkor meghirdeted, és mit a darabja 2005, akkor 2005 ér valahol ezt ellövöd. És biztos, hogy van már belőle 10 darab, legalább a Bogyó Babócából, azért ez egy teljes sorozat, az 15 rugó. Te 25 ér nem ért meg a bolt,
a 15-én megkapod, aki és kilopja, az jó jár. Úgyis babuc összesen döngetni. Most már nem, akkor már nem a bőmös kulcsot pörgetik? Jó, ha a Noel kijön, akkor eladom én is, ez eszembe se jutott, de földobom a netre, és vigyázzatok rá. Végre megszabadulok ezektől a szörnyűségektől, mert utálom őket. Tényleg gyűlölöm, hát gyűlölöm, de a gyereket lekötített. Hagyjuk. Annál úgy utálják, az a rohadmányos kacsa, vagy mi az? Csiga. Csiga lesz az. Az a rohadt csiga, meg az a kis katica. De a gyerek sajnos imádja, hát a felnőtteknek ez egyfajta szellemi visszaesés sajnos, de a gyerek követeli, ötször kell, meg kell olvasni, nem? Egy mondatos, ugye egy oldal egy mondat, úgy van megcsinálva, mondat, a rajz nagyon jó. Jó, és rövid. Ha, igen, ha azt akarod, hogy kicsit hosszabban tartson, akkor még hozzá költesz. Mindig igen. Egy-egy mondathoz igen. Még legalább hármat. Most a másik az Anna Peti Gergő. Hát megnéztem az egyik ilyen. Anna Peti Gergő. Nem, egyébként fie, mert döbbenetes imádják. Egyébként azt talán jobb egy picit. Na mindegy, nem is ízlések és pofonok. Fölmentem az egyik ilyen internetes piactérre, az egyik legnépszerűbbre, 369 különböző bogyó és babócás termék van fönt jelenleg. És használt könyvek, vagy új könyvek? Itt minden van felé. Persze, de nem csak könyvek vannak ebből, tehát ez egy brand lett már, ugye, társasjáték van belőle. Hát társasjáték. Bögre, póló, merchandising, mondom, társasjátéktól elkezdve, rengeteg minden. Dekorgumik, dekorációk, karácsonya, alszik, süteményei, mesekocka. Úgyis babucás, óvszer. Pizsama. Csigásba szeretnéd életem, hogy szeretnéd, vagy katicásba, milyen legyen, pöttyös? Ne legyen pöttyös, akkor inkább használj. Baseballütó, herevéd. Igen, sokkoló. Vízipipa, bogyó és babucás, vízipipa. Na, de hogy a fenébe van az, hogy bemegy egy tolvaj, és leemel 10 bogyó és babucát, tehát meg, oda megy, egy háziasszony fizetés kiegészítésképpen, és ellop a Libriből, vagy az Alexandrából 15 darab bogyó és babócát egyszerre beteszi a hátizsákba, és elviszi. Nem gondolnál azt, hogy könyvesboltból lopnak fedeles az emberek. Fedeles kosárkába aláteszed az őtség alá, a piacról jött, és akkor úgy viszed ki, vagy hogy? Hát nem tudom. Hát na jó. Ráadásul... Na jó, tudom. De. Jó, tudom, hogy se. A könyvek is ilyen jelzősek, ugye? Hát ő megkeresi. Nem bírod ki. Valószínűleg itt is van a rutin meg az évek kategória. Nem bírod ki. Megkeresi azt az oldalt, amiben benn van a kis lapos vonalkód, és akkor azt mondja, hát szép! És kiszakítod belőle azt. Még egyszer veszedik ki? Veszél! És a hát mondjuk, színél. Ha én eladó lennék, én erre felkapnám a fejem. Minden beteg a bácsi. Én azért eladó lennék, azért... Hesszi! Keres valamit? Charles Bukowski, Mára és Sándor, segíthetek valamit? A világirodalmi résznél van, uram. Ti szentet egy zsebkerült. Uram, velem jönne. Uram, legyen szíves. Semmi, csak látás, hogy kell. Legyen szíves velem jönni, igen. Egyszer akár 10-20 darabot is eltesznek. Viszik még a krimiket, az úti könyveket, de ezekből az alkalmi tolvajok csak egy-egy darabot visznek el. Megszólal az Alexandra kiadó, ki elmondta, hogy igen, a komolyabb biztonsági rendszerük, de hát náluk is a gyermekkönyvek a legkelendőbbek. Ezen kívül egy-egy filmbemutatóhoz kapcsolódó könyv megjelenése növelti még a listát, például a Gyűrűk ura, azt is nagyon szerették. Nem lehet 15 gyerekkönyvet kilopni. Uh-huh. Nem, hát hova teszed? A 15 könyv az egy ilyen sor, érted? Még a bogyó és babucából is legalább 30 centinyi a 10 könyvet összeraksz. Hogy a francban 15? Nem lehet, hogy ez pont arról szól, hogy nem megy nagyon a könyvjáróháznak ez a két szegmens, és most egy picit reklámot csinálok. Nagyon megy, nagyon, hát még lopják is. De akkor tudnak, mert az nem lopja el a könyvet, de az is valamennyire lopás, az, amikor beülsz bérolvasni, nem? Hát még ki csinál ilyet? Te. Fogadjunk mi, elmentek a tacskóba bevásárolni, Mónika bolyong a sorok között, meg kiolvasod valamelyik könyvet. Az utóbbi 10 évet csak így olvasod az összes könyvet, akciósban, mindig 10 oldalt átolvastál, aztán visszavitted. Én jó hangulata van beleolvasni. Ja. De én amikor voltam, beszélgettem egy könyves áruházban egy kislányal, egy eladóval, van egy kedvenc helyem, ahova járok, ő elmondta, hogy vannak visszatérő példa bácsik, akik nem veszik meg a könyvet, megjelölik, berakják a könyvjelzőt. Behajtja. Vagy berakja a könyvjelzőt, ezt figyel. Berakja a könyvjelzőt, elmesélte a kislány, amit olvassa, nem tudom mit, megjelöli magának, a bácsi után mindig ki kell hajtogatni, mert valahova elcsempészi a könyvet, figyelik, hogy hova rakja. Másnap bácsi megérkezik, a világirodalom részén leveszi azt a magyar könyvet, amit ő elrejtett, és elolvassa. És évek óta a bácsi oda jár úgy olvasni, hogy egy rohadmányos könyvet nem vett meg soha, viszont nagyon sokat spórolt, beült reggel 9-kor vagy 10-kor, 2-ig, 3-ig fogyasztott egy jó feketét, és kiolvassa a könyveket. Ez nem lopás?
Hát meglopod a szerzőt. Hát, meglopod a szerzőt. Nem, szerintem informálod, hogy milyen a könyv. De az más, amikor beleolvasod, amikor kiolvasod, akkor te ugyanúgy meglopod a szerzőt. Én a múltkor csak fél órát olvastam egy könyvet, ami ilyen alternatív módszerre volt szó, és amikor kifele jöttem, nem köszönt vissza a hölgy. Köszöntem rá, és szemmel látom, látszott, hogy picit durcás. Gyűlöl. Tényleg. Ugye? Tényleg, picit durcás lett, amiért nem viszem el a könyvet. És az, de akkor lettél volna még igazán vagány, ha nézed a könyvet erről az edzés módszerekről, és kezdett kifényképezni telefonnal. Tényleg, azért, hogy fölütsz egy szakácskönyvet, és kifotózod gyorsan. Az egészet nem venném meg. Stál legújabb, mint a tavaszi receptek, beülök a Libribe, azt gyorsan kifotózgatom. Meg akarom lepni a családot, hanem jó kis exkluzív recepttel a hétvégén. Sütök valami kis izét. Bemegyek, és akkor végignézek, meg is van. És kifotózott belőle, és visszat haza. Elképesztő. Na, mi a nagy lopásokról akartunk beszélgetni, mert biztos hallgatóink is, hallgatóink közül is sokan vannak, akik különböző könyvesboltokban, trafikokban, dohányipari termékeket eladó trafikban dolgoznak, közértekben, vagy cipőboltban, hogy milyen volt az, amikor ti nagyobb kaliberű tolvajokat füleltetek le, ott álltatok vele szemben, és tudtátok, hogy lopott. Benzinkutasok is írjanak nekünk, pénztárosok. Ugye van a profi tolvaj, akit azért nehéz észrevenni, és van az, akiről már messziről kiszúrott, tocsorog, visszamegy a chipses részhez, kicsit bepakol a hátizsákba, nem tudja, hogy az éjjel-nappali be van kamerázva. Tehát írjanak nekünk azon hallgatóink, akik lebuktattak már úgy tolvajokat, hogy hát tulajdonképpen volt egy kis viaskodás abból, hogy a tolvaj nem akart elismerni, hogy ő lopott. Nagyon sok ilyen hallgatónk van, akik nyilván már ugye kaptak fülön különböző tolvajokat. Tényleg, akárha csak bemész egy benzinkutat, ott is sokan lopnak. Vagy könyvesboltban, vagy éjjel-nappaliban. Nagyon amatőrű zsebrepakolós. Ja, zsebrepakolja. Fura volt a mozgás, hogy kifelé, aztán kiderült, hogy a két lába között bent van egy 10 kilós faszén. Mondtam már, és az a tyogott kifele. Ne beszélj ilyen csúnyát. Mondtam, hogy ne beszélj csúnyát, hogy ne ostoroz magad. Nem, de a faszén, nem. Flekken sütéshez ajánlott tüzelőanyag. Anna, hello! Szia, jó reggelt! Hát én már sajnos most tudom, az önkéntes rendőr itt ül, igen. Loptál? Nem, szóltam a biztonsági őrnek, mert nem vette észre. Nagyon ügyesen játszották ki egy illatszerboltba. Két srác volt, az egyiknek hátizsák volt a hátán, ki volt cipzározva, a másik föltörte az üveges szekrénybe lévő parfüm részt, szépen ügyesen elhúzták és pakolta be a hátizsákjába. Én meg pont, ahogy bejöttem... Nem kispályások voltak azért, nem, 30 ezer, 20 ezer parfümöket egyesével pakolták. Nem vettek észre, mert pont hátsó részről mentem, és így rájuk láttam, hoppá, mondom, itt folyik az akció, és nagyon bizonytalan voltam, hogy mit évül legyek most. Nagyon ügyesen csatlakozik. Előbb lefújd őket gázzal, és aztán szólj el a biztonsági. Vagy a viperáddat érdemben. Azt nem mertem volna megtenni, de mondom, hú, valahogy csak azért jelezni kellene. És akkor a biztonsági őrhöz oda mentem, félrehívtam, mondtam, nézzem mélyen a szemembe. Teljesen zavarba volt, így nézetem. Mondtam, én most ki fogok menni a boltból, mert nem szeretnék itt semmilyen itt tanúskodni, meg papírt. Miért kellett ezt, hogy nézzem milyen a szememben? Szóval így diszkréten akartam vele közölni, hogy hát az elalakú boltnak a másik részébe, vagy ő nem lát be ebben a pillanatban, két srác, mondom, pakolja. De akkor jó lett volna, csak ilyen szemkontaktus, hogy megpróbálsz így arra mutatni. De... Hölgyem, mit akar? Úgy nyelvedet kinyújtok. Hölgyem! Hölgyem! Kérem szépen, hát ez egy nyílt színi ajánlat. Igen, nézem, egy fél óra van a munkaidőmben, de utána göngyölek meg a tátul. Eleveníthető néhány népszokás. Nem szól, azt még csak a balra jelzel a szemeddel, meg a nyelveddel. Kibuzsoztam már magam. Nem, és akkor nagyon jó fej volt, mondta, hogy oké, természetesen kimentem, és abban a pillanatban lekapcsolták a fiúkat, vitték be szépen hátra őket. Istál egy jóféle feketét, és azt gondoltad, hogy erre a napra is megtetted, amit az úr elrendelt, lebuktatod a dolvajokat. Tehát az ember látja, akkor nyilván szól. Hát figyelj, persze, tök igazad van, tehát, hogy utána visszamentem, mert a bevásárló kosarat integetek, hogy egy 10%-os kuponnal. Hát úgy hidd el, hogy azóta, igen, nem mondom meg, melyik ez a bolt, ugyanaz a garnitúra van még ott, ez nem annyira régi sztori, egy ilyen 3 évvel ezelőtti, és megismernek, és mindig azért így szóba kerül ez a dolog. Hát figyelj, én nem tudom, mennyi parfüm volt a srácoknak a hátizsákjába, de azért, amit mondtatok az előbb, azért 20-30 ezer forintos parfümből félig. Nagyon ügyesen csinálták, pedig kamerarendszer van, tükör, ez a mindenféle, ami pörög, de mégis ki tudták játszani. Bepakoltak egy fél hátizsák parfümöt, azért a biztonsági nem volt a helyzet magasabb, mert azért az kell egy kis idő. Ja. Még mindig egy kis mintát is fújt a nyakára, tudod, megszagoltam. Igen, de én úgy csináltam, hogy lefújták egy pohárban, mert az melós, tudod.
Igen, vagy megitták az összeset. 3,5 órája ottál be, és egy kicsit 10 ml tudott. Na, drága benzinkutasok, műszaki áruházban dolgozok, köszönöm a sztorit. Biztonsági őrök is írjanak nekünk. Milyen volt az, amikor tényleg a nagyszoknyás asszonyok 2 darab 4 literes olajat a lábuk közé pakoltak? Írja nekünk egy hallgató, és ti rájöttetek és elkaptátok. Amikor 10 literes kovászos rumor. Amikor az idős néni szoknyája a mikróval akart kijutni a médiamárból. Írjátok meg nekünk, jó, hogy hol volt, ki volt, mit próbált ellopni, hogy vettétek észre, de tényleg olyan történeteket várunk, amikor a szátok tátva maradt, ti, akik rajta kaptátok az illetőt, mert nem gondoltátok volna, hogy öreg, helyes idős néni hón alatt 2 darab plazma tévével nagyon serényen szalad a kiárat felé. Nézd, milyen fürge felkiáltással. Jó? Írjátok meg nekünk, hogy kit, hogyan, hol, mivel kaptatok már el. Nyilván ne csak olyanok írjanak, akik műszaki áruházban dolgoznak, vagy biztonsági őrök, vagy eladók, hanem lehetnek civil önkéntes rendőrök is, mint Anna, akik egyszerűen tolvajokat füleltek le valamilyen áruházban. Jó, írjátok meg nekünk, hogy mi történt, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Itt vagyunk húsvét után, kicsit mindenki még úgy bágyottabban, áthúsvétolva. A sonka mámorban. A sonka mámorban úszik, igen, áthúsvétoltuk magunkat az ünnepeken. És úgy próbálunk visszaszokni a gondolathoz, hogy újra dolgozunk, de ez most valahogy hosszabbnak tűnt ez a szünet, nem? Azért, mert sűrű volt, vagy plusz egy nap, én nem tudom. De egy kicsit olyan... Tudtam volna még maradni otthon, azért. Igen. Nekem van nagyon kicsit hosszú nehezebben, nehezebben indul ez a reggel. Na, gyorsan nézzük, hogy milyen közlekedési híreink vannak. Nyugi van az utakon, egyébként nagy átlagban, hál' Isten, viszonylag kevés a baleset, és egy-két rafink van csak, úgyhogy nincs nagy gáz az utakon. Szentendrei út befelé, Akvinkumi hévmegállónál mérnek mosolygós napot, ezt Jucus küldte nekünk, köszönjük szépen. Ez a legfrissebb, az Árpád-hídon jól lehet haladni, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük. Valamint M86-os út, 88-as, 89-es kilométer között a felüljáróról mérnek mind a két irányban. Ezt Szöszi küldte nekünk. Dobozúton van egy trafi, Békés Csabaiak, vigyázzatok, és Bocskai kertnél Debrecen felé közúti ellenőrzés van, úgyhogy ott is mindenki menjen óvatosan. És akárhányszor látom a Békés Csabát, mindig eszembe jut, hogy megyünk Békés Csabára. Annyira örülök, mert a legtöbb helyszínen, hogy amikor turnézni megyünk, már azért voltunk, hál' Isten, nem baj, ha olyan helyszínre megyünk, ahol voltunk, annak is örül az ember, de amikor új helyszínre megyünk, és olyan hallgatókkal találkozunk, akikkel még nem, annak meg aztán pláne örülök. És a Békés Csabai helyszín ilyen. Most májusban elviszünk. Még messze van, de messze megyünk. Van. Mondjad? Elviszünk majd a Márvány cukrászdába. A jó kis Márvány cukrászda, biliárterem mellette. Ha megvan még, nem tudom. Fogalmam nincs. Én múltkor utána kerestem, amikor mondtátok, és én nem találtam meg, ettől függetlenül lehet. Lehet. A Márvány cukrászda? Uh-huh. Mert az már nincs meg. Az már nem ez már nincs. De ki a jogutód? Biztos van jogutód. Mi van ott helyetted? Biztos izét. Megírják majd a Csabaiak. Na, mi pedig arról beszélgettünk, hogy nagy felmérést végeztek könyváruházakban, különböző láncoknál, hogy mit lopnak el leginkább az emberek, és egészen megdöbbentő, de kiderült, hogy mesekönyveket, a Bogyó és Babóca megy leginkább, ezeket lopják. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, milyen volt az, amikor ők lefüleltek valakit, és elkaptak valakit egy benzinkúton, egy hipermarketben, szupermarketben, műszaki áruházban, és kipakoltatták az illetőt, és rájött, hogy lopott. Ugye ez akkor is rossz, ha az ember tulajdonosként éli ezt át, és a saját boltodból lopnak, de ha alkalmazott vagy, és ott áll veled szembe. Hát egy vagy egy másik asszony rakott szoknyában alatt, a szán szoknya alatt 2 mikróval. Azért is kell. Van ilyen rakott szoknya alatt 2 darab mikrólapú. 2 mikró. Ha ki kell ügyeskedned. Igen. Vagy hát a vásárló vagy, az is kellemetlen. Igen, hogy szólsz, nem szólsz, hogy nyilván szólsz. Nem tudom. Igen. Na, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Na, veled mi történt? Hát igazából a sztori úgy kezdődött, hogy én pályakezdő vagyonőr voltam, és az egyik nagy híres magyar üzletláncnak a biztonsági szolgálatában kezdtem a pályafutást, és körülbelül 2-3 hónap elteltével rendesen úgy kezdődött a lap, ahogy szokott, és jött be egy általunk jól ismert családocska, több ilyen nagy szoknyás hölgyel, és ugyebár napi szinten vásárolgattak a boltba, viszont egyszer feltűnt, hogy többen jöttek be, mint ahogy szoktak, és ugyebár szétváltak. Az egyik erre ment, a másik arra ment, és én ugye kamerán, mivel láttam azt, hogy nagy szoknyájuk van, én tudtam azt, hogy a szoknya igazából belül az egy ilyen kibélelt zsebekkel telelévő ruhadarab,
És én meg rutinból ugye lefigyeltem őket, és az egyik hölgynek gyanús volt, hogy a szoknyája olyan érdekesen mozgott, tehát gondoltam, hogy valami lehet benne. Nem szóltam semmit, a kollégáknak jeleztem rádión, ők is figyelték, majd megvártam, amíg a hölgy elhagyja ugye a kassa vonalát, mert onnantól számít lopásnak, ha valamit eltudod. De miért, hogyha te belül találsz meg valakit úgy, hogy a szoknyájába belül zsebben is van? Én úgy viszem a pénztárhoz. Hát igen? Belül még. Hát, én szeretem így a pénztárhoz vinni. Én így viszem a dollárban, mert két kezem. Nem tudom. Hát igazából a lopás akkor valósul meg, hogyha az áruval elhagyja a kassa. Uh-huh. Tehát a kasszavonalat. Addig nem mehetek oda, hogy pakoljon ki, mert mivel, hogyha ő ki akar pakolni, és a szallagra kiteszi az árut. Aha. Ja. Tehát addig a lopás nem befejezett. Na mindegy, én megvártam a hölgyet, és behívtam az átvizsgáló helységbe, és elmondtam neki, hogy mi a problémám. Mi volt nála? Már, hát, hogy összesen 42 rúd piktéri szalámi. De hogy belülről a szoknyán zsebeket vart, és abba beleejtette, vagy abba belerakta? Igen, az végülis körbe lehet tárazni, mert ilyen pici apró zsebekkel van tele. De akkor komoly súlya van. Az hát azzal oda, igen, tehát azzal oda tipegni a pénztárhoz. Igen, igen. Atyaisten, és mit mondott? Nem értette, hogy került a szoknyájába, vagy azért tudott róla? Hát igazából tudott róla, tehát ez egy olyan dolog volt, amit nem tudott igazából megvétózni, hogy ő azt innen-onnan hozta, mert ugye már ez egy bevett szokás, hogy ezt nem itt vettem, stb. Hát mondom, akkor miért volt a szoknyája? Vagy miért nem mutatta be a kollégának? Ő nem itt vettem, az elég fura dolog. Nem itt vettem, így szállítom haza a fixamányt. Igen, sajnos ez egy klasszikus bevett hát ezek még itt vannak, hogy próbálnak. A kutyafáját, miért nem ilyesem kell szoknyámból? Kemény. Köszi, hogy elmondtad. Köszi. Köszi, ciao, hello. Hello. Itt van Anti, hello Anti, jó reggel, ciao. Anti. Sziasztok, Anti, ciao, hello. Ciao. Itt vagy, féltem, hogy eltűntél. Na, neked is volt egy rekordfogásod egy Tesco-ban, ha jól tudom? Így van, abban a szép áruházban. Ez egy 1.300.000 forint, kicsivel több volt az összeg, a végösszeg. Ez egy éjszakai szolgálatkezdésnél volt, amikor egy pénztárosnál arra lettem figyelmes, hogy két jól megtömött bevásárlókocsival álltak sorba. És is igazából itt már rég benne voltam a szakmában, úgyhogy ilyen ráutalom a tartások, stb. Észre lehet venni a dolgokat. És azért kezdtem el figyelni, mert serpenyőnek a tetején babaruha, tökéletes dolog, valószínűleg így jár az ember vásárolni, és akkor az a két bevásárló kosár, amivel bekísértük, annak a teljes értéke 180.000 forint volt, és 18.000 forintot húzott át a pénztáros. Aztán amivel hibáztak, a párja belőtt a recepció, hogy mikor engedjük el a párocskáját, és Isten igazából, ha a öröket ugye a kocsiját nézzék már meg, ezt kamerával lekövettük. Az a kocsi is tele volt már cuccal, meg a pénztáros kocsia is tele volt cuccal, ez már a harmadik kanyar volt, amikor megfogtuk. Tehát a pénztáros is benne volt tulajdonképpen. Persze. Aztán volt olyan is, ami kicsit cifrább volt, ott már jó be volt tanítva a gyerek is. Ott apuci haver bejött a boltba, és a traktordobozból kiszedték a játéktraktort, ez 18.000 forintos traktor volt, és ki volt rakva akciós laptop. És 6 darab laptop belefért a dobozba, belerakták, visszaragasztották, és a kisfiút, aki ugye 16 éves volt, beküldték, hogy vegye meg a traktort. A 18 ezer, hát most nem tudom annak már pontos összegét, de az is az, ami 600.000 forint volt. De milyen ravasz, hogy már beküldi, előkészíti, de nem hozza ki, hanem beküld valaki mást, és majd ő kihozza. Tehát két lépcsőben csinálják. Elképesztő. És be is volt tanítva a kisrác. Tehát ha hajzitek, ha nem, bevittük. Szeretném, hogyha kinyitnál ezt a dobozt, mi van benne, hát mi lenne, hát traktort vettem a húgomnak, hát mi lenne benne? Hát akkor mondom, bonts ki, kibontotta, hoppá, milyen jó kis, és utána, hajszitek, hanem neki állt a kisrác, hogy ő neki kell vissza a pénze, mert ő traktort vett, milyen dolog ez, meg milyen? Van, volt életjelenés. Bizony, hát a járőrnek rendesen visszadumált a kisrác, hogy mert ugye ő telefonált, és hogy nem lehet telefonálni, megkérte a járőr, hogy tegye le a telefon. És ugye mit képzel, minden telefonált, mert nyilvánvaló apucival. Nem az ügyvédjér csörget valószínűleg. Igen. Ja, igen, nem az első eset, volt már úgy tűnik. Igen, az már kint állt, így van, hogy figyelj már gyerekben, most mondom. Azt a nekem, egy Anti, köszi. Köszönöm szépen, hogy itt. Hát van pofa, van bőröképük. Nagyon kemény, igen. Én is dolgoztam egy hasonló áruházban, biztonsági őrként. Egyszer szóltak a kamerások, hogy be kéne vinni egy 45 éves urat motozás, amikor bevittük és megkértük, hogy pakolja ki a zsebét, elkezdett vetközni, és rajta volt egy bikini fürdőruha. Hogy? Egy Hervízben dolgozott.
Igen, de uram, a szexuális identitásom az mi közük van? Én mindig éppen a bikini fürdőruhában járok. Így járok bevásárolni. Önökkel semmi köze. Maradjon az én titkom, illetve most már a miénk. Atya Isten, országos műszaki áruházban dolgoztam, karácsonykor rengetegen voltak, és 5 perceként megszólalt a termékriasztó, mivel mindenki mindent felvett, megnézett, kapcsolgatott. Főnököm azt mondta, hogy ne vegyünk róla tudomást, vagy kapcsoljuk ki. Aznap egy ultravékony laptop hiányzott 250 000 forint értékben. Később kiderült, hogy egy ballonkabátos fickó vitte ki. Tesco-val üzletsoron dolgoztunk, kassza mellett kijön egy középkorú nő, aki furán nézett ki, érdekes volt a ruhája, befordult a WC felé, ahol besipolt a kapu, kolléganőm utána ment, addigra a nő kijött a WC-ből, 7 guriga trapista sajt volt a női WC mozdulja alá bedobva. Darabja kb. 2 kiló a bejáratnál elkapták. Hogy csinálsz? Atya úristen. Benzinkú csopjában dolgoztam, rendszeresen jött hozzánk egy csapat lopni, a nagy szoknya alól volt, hogy 4 karton, nem darab, karton Milka csoki került elő. 4 karton Milka csoki. Többnyire észrevettük, hogy valami eltűnt, rájuk zártuk az ajtót, és addig nem engedtük ki őket, amíg ki nem pakoltak mindent. Elképesztő mennyiségek kerültek elő. Utáltuk őket, ráadásul nekünk kellett kifizetni a leltár hiányt. Budaörsi Osan, 2001 tájt emberünk egy kabát újban egy urút szalámi pénztárnál nem bírta behajtani a kaját. Mi is lehet most? Atya, úristen. Mi lenne? Úgy úrtam, ártam. Be vannak duramba a kezeim. Kérem, ne zaklasson. Hétvégén személyedőt váltottam. Elképesztő. Nekem a haverom mesélte, hogy a Tesco-ba kaptak el egy bajszos nőt, akinek a szoknyája alatt egy középen kivágott lavor volt felkötve a vállára, és abba pakolta az élelmiszert. Tehát szoknya alatt lavor, aha, és abba be az élelmiszer. Döbbenet egyébként, hogy mennyire találékonyak, nem? Na jó van. Hát köszönjük szépen az SMS-eket. Hol van ehhez képest 5 darab bogyó és babóca? Hagyjad már, ugye? Sehol. Semmi. Sehol. 2 lapos tévé, 1 számítógép. Így van. Nem ezen kész. Eseteket azért tártuk föl, hogy senki ne lopjon. Egyértelműen segítsünk azoknak, akinek hivatása a bűnüldözés. Így van. Elítéljük a lopást minden körülmények között. Senki ne lopjon. Játszunk, itt van már is a hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Ez a játék címe. Vagy neve, vagy mi ez? Mindegy. Visszafelé beszélünk. Művész hevére a szív. És hozzájállat, élet a szívvenom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggel. Sziasztok, Sámat vagyok. Szia, Tamás. Tamás, halló, jó reggel. Ciao. Tamás, mondom neked, mink van. Állat, város, híres ember, szólásmondás, tárgy. Mind mindig. Legyen az állat. Legyen az állat. Az most nem könnyű, de menni fog. Indítjuk az órát. Kétszer mutatjuk. Jó, figyelj. Aksás, úzok, Dámi. Aksás, úzok, Dámi. Valamilyen sáska. Na, milyen sáskát ismered? Úzok, Dámi. Aksás, úzok, Dámi. Imádkázó sáska. Mi? Micsoda? Hogy tetszik mondani? Imádkázó sáska. Imádkázó? Ne. Mit szoktál csinálni? Nem imádkázó, hanem imád... Mátka. Hogy szereted? Imádok. Miért jöttél, fiam? Imádkázni, atyám. Na, milyen sáska ez? Most ha bemondod időntől, akkor jó. Már majdnem megvagy, Tamás. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Milyen sáska? Nem imádkázó, hanem... Egy betűt cserél ki. Imádkázó. Nem! Hát, mit? De milyen? Nem imádkázó, hanem... Te imádkázni szoktál? Mit csinálsz? Bemész a templomba és... Imádkázó. Te imádkázol? Na, jó, ez ne. Nem tudjuk megadni. Teljesen le vagyok blokkolva. Dehogy vagy. Bemész mit a templomba, mit csinálsz? Templomba? Mit csinálsz a templomba? Imádkozom. És akkor milyen sáska? Imádkázó. Adjuk meg. Jó, kedvan. Okay. Hosszú volt a húsvét. Nekünk is hosszú volt. Imádkozó sáska, nem imádkozó. Nem imádkázó, hanem imádkozó. Hát azért ez más. És mit csinálsz a templomban? Imádkázok. Szeretnék az imádkázót is egyébként. Imádkozó sáska ez volt, imádkozó. Igen. Istenem. Bemész a templomban, imádkozol, mit csinálsz, sáskod, imádkázik. Ez teljesen egyértelmű. Gyánlók, atyám, hogy mit csinálnál? Gyánlók. Köszi a játékot, Tamás. Megvan az ajándékcsomag, ez a lényeg. Mi ezt megadjuk. Köszönöm, sziasztok. Húsvét után megadjuk. Ciao. Hello.
Hello. Ez nagyon óriási. Amikor az ember teljesen leblokkol, nem? 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggel, drága Morning Show hallgatók! Itt vagyunk húsvét után, reméljük mindenkinek jól telt az ünnep, itt vagytok, velünk vagytok, és mindenki megvan. Nem hiányzik senki, teljes az osztály, létszám, megvagyunk, senki nem beteg, és velünk vagytok újra. Tanárnőnek tisztelettel jelentem. Tanárnőnek tisztelettel jelentjük, mi egy kicsit szokjuk ezt az új légkört, nem tudom miért, valahogy nehezen megy most a visszaállás, nekem legalábbis nagyon, pedig nem volt annyira hosszú a szünet, múltkor 4 nap volt, csak a hosszabb volt. Csak 3. Igen, de nem találok vissza önmagamhoz. Mit akartál mondani? Hogy az ország nagy része kérlek szépen wellness szállodában töltötte a húsvéti ünnepeket, én meglepődve hallottam, hogy úgy voltak tele az ilyen wellness helyek, hogy egy gombostűt nem lehetett leejteni. Tehát most már mindenki azt csinálja, meg karácsonykor is az volt, emlékeztek, beszéltünk. Hát ez már egy régi dolog. Meg elmennek. Húsvét, és akkor mindenki. Igen. Sőt, a legtöbb szállodánkor azt csinálja, hogy egy estére nem is foglalhatsz. Tehát amikor ilyen kiemelt időszak van, hogy mondjuk húsvét, akkor azt mondja, hogy minimum foglalás 3 éjszaka. Péntek, szombat, vasárnap. Tehát nem mehetsz oda szombatról vasárnapra egy éjszakára, mert kilöped azokat, akik viszont 3 napra mennének, de nem tudnak az egy éjszakás vendégek miatt. Okos. Így Rafkon azt mondják, hogy nem, most nem. Mi is gondolkoztunk tudom, egy hónapja azon, hogy nem. Most nem. Nem, most nem. Állj, most nem. És énekel a recepcióseket. Állj, meg kislány. Mondom a választ. Hogy mint egy péntek szombatra lemegyünk egy éjszakára valahova, és mondták, hogy állj. Nem, most. Állj még egy pillanatra. Csak 3 éjszakára. Milyen ügyesek, aha. Nem? Ha kilövöd a felét, akkor sok pénz marad. Kívül. Egy éjszakás vendégként már nem is kell lesz nekik, igen. Na, egy jó AC/DC sosem rossz. Jó, ez a Szinti Boy írja valakit, egy Tabáni Pisti. Viszont igazából megnéz, így a George Michael. George Michael, too funky. De nagyon jó csajok voltak, emlékszem gyerekkoromban, egy kifutón vonultak a lányok, és hát akkor ez még nekünk kamaszkorunkban elég volt, hogy néhány perc elvonuljunk a külvilágtól. Igen. Ha értek, igen. Csak körbe-körbe szóval ez a klip ment. Csak ment ez a klip, mindig ez a fránya klip, de hát akkor még ugye nem volt. Gyuri fiú elég sokáig hintett a port maga körül. Gyuri sokáig akarta elhitetni a világgal, hogy egy szexi sárbőr, aki csajozó gép. Hogy igen, hogy egy másik csapatban focizik. Én el is hittem neki nagyon sokáig. Aztán amikor meghallottam, amikor coming out-olt, én nem hittem el. Mondom, ő nem lehet, basszus. A világ legjobb nőivel vetette körül magát, legalábbis a videoklipjei alapján. És aztán mégis kiderült, igen. De semmit nem von le az ő nem, az igazából zseniális énekes, fantasztikus énekes. De valahogy nem találja a helyét a világban, ő sem drogávonó, mit tudom én, honnan jött ki, most beteg volt szegény, arról nyilván ugye nem tehet, előtte sokáig kábítószer problémái voltak. Nem, valahogy akik neki minden megadatott, azok valahogy úgy mégse találják a világon helyet. Mindenhol körülrajongják, a millió számra folynak a lemezei, irgalmatlan pénzeket keres, mindenhol teltházas turnék, koncertek, tényleg, akárhol kiejtik a nevét, mindenhol álljú csodától beszélnek róla. Én meg egy férfi mal a WC-ben nyitnak rá, aztán meg csúnyan dolgokat. Igen, ott a vimezi a fajanszó. Vakcsomóponttól kifelé áll az M1-es és az M7-es kivezető, ezt Pöti küldte nekünk. Aztán brutál dugó van a Váci úton befelé. A 4. kerület Árpád út után van a baleset. A dugó vége a Dunakeszi lehajtónál. Te jó atya úristen, Varázsgömb küldte nekünk. Hát írtátok, igen, nem áll gyerekek, nem áll nyerővel, basszus, mindenkinek megadhatnátok, ez nagyon szánalmas, írja valaki, aki úgy látszik, ma reggel kicsit elveszett a humorérzékét, az imádkozó sáska, vagy az imádkázó sáska, megadjuk, de annyira szórakoztató volt, hogy itt megadható. Úgy, mi nagyon szeretjük. Valamilyen köze azért volt a valósághoz, és a megoldáshoz, csak egy magánszomás. Kivel nem fordult még olyan elő, hogy egyszerűen leblokkoltál, és valami nem jutott az eszedbe, akár pinkód, akár, hogy mi a különbség, más hangzó meg, egy magánhangzó között, vagy összecserélsz két, és nem tudod kimondani. Az mi olyankor? Rövid zárlat. Egy óriási rövid zárlat. De mindenkivel volt már ilyen. Kazincbarcikán trafia 26-os úton a Miskolc felé haladókat mérik. Na, ezt is SMS-ben kaptuk, úgyhogy arra is vigyázzatok. Az Ámoi úton szintén dugó van. Kiesett a parafa a boros üvegembe. Atya úr! Jó reggelt neked is! Hallottátok, hogy Axl Rose lehet az AC/DC énekesen? Hát, remélem nem. Kinek lenne jobb? Remélem nem ő lesz.
ezek után az AC/DC kezdésekre is 3 órát kell majd várni, hogy Axl kijöjjön az öltözőből. Én neki nem örülnék. Igen, látták őt ott, ahol az AC/DC él. Nem is tudom, hogy hol, Atlantában talán, vagy mit tudom én, Toronto, miért valahol. Atlanta lesz az. Atlanta, Kanada, Amerika, nem tudom. És felrepentek bizonyos pletykák, hogy az AC/DC-vel zenél majd együtt Axl Rose. Hogy ő lesz az új frontember. Az új énekes. Az új énekes. Én is olvastam, igen. Te én nem örülnék neki annyira. Én az ideális választásnak Udo Dirk Schneidert gondolnám. Udo Brinkmann. Udonak egyébként minden hangi adottsága és minden rutinja és nívója és presztízse megvan ahhoz, hogy az AC/DC-nek az élén énekelje. Udo Brinkmann öccse? A Schwarzwald Klinikből? Brinkmann professzor? Mindenképpen a Fejt Erdőben nőttek fel. Brinkmann professzor eltitkodják. És neki a hangi adottsága is megvannak hozzá, sőt, szerintem egyébként jobb énekes a szónak a klasszikus értelmében, mint a Brian Johnson. Annak idén ők is egyébként énekeltek AC/DC standardeket, volt is olyan notájuk, amit az Accept vitt aztán sikerre, ami egyébként eredetileg az AC/DC-nek készült. Zseniális énekesről van szó, meg hát ő egy nagy név is, meg még a korosztályban is többé-kevésbé passzol. Axl. Ki lehet váltani? Ki akar egy olyan AC/DC koncertet, ahol 2 órát kell válnod arra, hogy végre szabadra legyen? Ezzel kezdődik. Ja, és aztán jön a spandex gatyába a csávó. Hát most... Ám abban nem. Nem. A biciklis rövid nadrág. Szeretne, de hát már... A farmer alatt még az van szerintem. Botox van, meg elhízás van, de nincs már ez biciklis rövid gatya, meg flanelin, tehát nem így. Ha Gánc összeáll, akkor én is biztos, hogy ott leszek. Hát szerintem ők ennek örülnek. Az elsősorban valahol ott a lelátó. Én szerintem ők ennek nagyon fognak örülni. Igen. Most úgy kijelentem, hogy kíváncsi vagyok. Axl most összerezem. Na most. Slash most írják alá a szerződést. Ebben a pillanatban írják alá a szerződést. Jani is ott lesz. A vadon ott lesz, akkor a Slash írd alá. Bárhol, ahol kell. Na, hogy egy kicsi pozitívummal indítsuk a hetet, egy nagyon helyes történetet találtam én hétvégén, és azért mondom, hogy én, mert aztán kiderült, hogy ti erről már beszéltetek. Mert nem úgy, mi. Mert nem is ez a lényeg, hanem hogy én nem tudtam, volt egy kis kommunikáció zavar köztünk, hogy ti erről már erről az esetről valamikor beszéltetek, de gondoltam, hogy érdekes néha egy-egy pozitív történetet is így az éteren keresztül láthatni a hallgatóknak. Ugyanis volt az a kórházakat kifestő apuka, aki nagyon helyes volt, ugye vállalta, hogy hát elmegy és önköltségen szponzorok által ő kifest egy-két kórháztermet, és van most egy másik hasonló munkát végző ember, aki több mint 200 tévét javított és adományozott kórházaknak, ugyanis rájött, hogy ezeket az elromlott tévéket valamilyen úton, módon meg lehet javítani. És aztán eljutott hozzám, hogy ti erről valamikor, amikor én nem voltam, hát, beszéltetek. Igen, röviden csak megemlítettétek. De most arra gondoltunk, hogy hívjuk föl csak 4,5 mondat erejéig, hogy mondja el nekünk, mert annyira szép ez a történet, annyira helyes és annyira szívmelengető, hogy érdemes róla beszélni. Több mint 200 tévét javított már meg és adományozott kórházaknak. A Hempál kórház jelezte, hogy nem fér el több tévé náluk. Nagyon szépen köszönjük, elég, de nem kell több tévé, úgyhogy... Hát ő szeretne még több tévét megjavítani, és még több kórháznak, aztán ha megteltek a kórházak, akkor a óvodáknak, iskoláknak adományozni. Hát ez egy baromi helyes történet. Ezek a régi, hagyományos, ugye rendes ilyen képcsöves televíziók, amit mondjuk azért cserél le az ember, mert van benne egy 5000 forintos akármi, ami elromlott, de már veszel inkább egy lapos tévét. Tehát ezek a tévék tulajdonképpen jó működő tévék, ha működőképes ráfigyelsz. Igen, tévék, hogyha valaki veszi a fáradtságot, és Attila vette a fáradtságot, egy picit hozzájuk nyúljon, úgy újra tökéletes állapotba hozza őket. Nekem ilyenkor mi szokott lenni, általában megjelenik valami, nem tudom én, valamilyen hippi-szupi tévé valahol, és akkor ráadásul van még valami csereakció is, úgyhogy az ember ilyenkor ezeket lecseréli. Vagy egyébként rosszabb esetben, azért mondom, hogy rosszabb, mert akkor ugye nem használják fel őket újra, hanem valahol áll a padláson, pincébe, akármi. És az Attila erre rájött, mint tévészerelő, hiszen híradástechnikai szerelő talán a hivatásos szakmája, hogy ezeknek azért lenne még funkciójuk, lenne még helyük. Ezt rögtön el is mondja, mert hogy itt van Attila vonalban. Hello Attila, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és titeket is, Balázs. Hello, ciao. Na, hát nagyon helyes kis anyag készült rólad az egyik internetes portálon, és én ott tudtam meg a tevékenységedet. Aztán Janival beszéltem, és mondta, hogy ők is megemlítettek már téged. Igen. Kidobásra váró tévék, amik valahogy eljutottak hozzád, és azt mondtad, hogy hát ezeket még meg lehet menteni, vagy hogy kezdődött a dolog? Hát úgy kezdődött, hogy végülis én 26 éve televíziójavítással foglalkozom, akkor még ugye mindig a korhoz képest való televíziókat javítja az ember, és viszont már akkor
2012-ben is elkezdődött a képcsöves tévéknek, tehát a régebbi konstrukcióknak a cseréje. Ugye amikor valami kis pénzük van az embereknek, próbálnak új készülékeket venni, illetve azt, amire már valóban többet kellene költeni, vagy nem akarnak, akkor azt ki akarják dobni. Minden tévészerelőnél hagynak tulajdonképpen készülékeket, vagy... tehát önkészülékeket, amiket nem akarnak megjavítani, csak én úgy gondoltam, hogy ezeket nem elviszem egy hulladékudvarba, hanem próbálom őket megjavítani és kórházaknak ajánlani. 2012-ben kezdődött a Helyimpár gyerekkórházzal, ide rengeteg készülék került, segítettem én nekik antennaszerelésbe is, és utána láttam, hogy én ezt a kórházat kinőttem, újak telefonszámát kell feltárcsáltam. Jöttél a kórház felé és üvöltöttek az ablakba, hogy ne! Köszönjük! Nem mozdítottak, de valóban így volt, hogy Attila, amit múltkor küldött, az a 10 darab még mindig itt van, és nem tudjuk hova tenni. És ezt gondolom, hogy kórtermekbe tették segíteni a gyógyulást, nem? Többek között természetesen, de nekem az alapvetően a hozzáállásom, mert ugye megosztja ez is egy kicsit az embereket, hogy minek a kórházba a tévé. Nekem teljesen mindegy, hogy most ezt egy nővér nézi éjjel, aki egész éjszakai szolgálat után szeretne egy nagyon picit kikapcsolódni, mert egész nap futkozott az ágytálakkal, vagy az infúziós állványokkal, vagy egy portás nézi, aki egész nap 24 órát, de általában ezek kórtermekbe kerülnek, várótermekbe, és gondoljon bele az ember, akinek ott kell heteket, nehogy Isten, hónapokat ott tölteni, akkor mit csináljon szerencsétlen, aki ágyhoz van kötve. Jó, de aki ennyire hülye, már bocsánat, hogy ebbe beleköt, az már tényleg, tehát az nem normális. Hát semmi nem jó. Arra semmi nem jó kategória, tehát neked nem is kell magyarázkodni. Olvastam az Indexen olyan hozzászólásokat, hál' Istennek ezek vannak kis többségben, nem is érdemelnek szót, meg nem is kell az ilyen embereket bántani szerintem. Kérdés, hogy ő mit és kinek adományozott utoljára, szóval tudod. Igen, tehát kritizálni könnyű, de hogy te valóban mit tettél azért. Valóban legutóbb beszéltünk, beszéltetek rólam, amit innen is minden olyan médiának köszönök, aki foglalkozik a témával, hogy az adás kapcsán 4 darab készüléket ajánlottak fel, amit el is hoztam a T-rádiós beszélgetésetek kapcsán. De nyugtass meg, hogy ezért a beszélgetések nem úgy zajlanak, hogy Attila, elhoztuk a tévét, meg tudja javítani. Nem, ezt már nem lehet megjavítani, hagyja csak itt nálam. Nem, csak itt, ezt már nem lehet megjavítani, te arra egy új tévét. A másik, hogy ugye hagyományos készülékeket azért próbálok összeszedni, mert azt mégsem mondhatom, hogy akad le otthon a tévét és hozzám, én eljuthatom kórházakba, hanem amiket már nem használ, akár működik, akár nem, abból próbálunk teljesen működőképes tévét varázsolni, ami sok esetben sikerül. És akkor valahogy két rosszból lesz egy jó, így kell elképzelni? Nem, úgy kell elképzelni, hogy van, amikor teljesen jó tévét hoznak hozzám, tehát úgy, hogy ez működik, lecseréltük, vigye valahova. Én ezeket legtöbb esetben szétszedem, átnézem azokat a típus hibákat, amik tudok róla, mert ugye ez a szakmám, ezeket akár egy forrasztással megjavítom, hogy ne csak 2 hétig menjen ez a készülék, hanem ha van már mód, akkor évekig. Van olyan, amiből 2-ből 1, de ez a ritkább általában, de inkább az, hogy 1-ből 1. Tehát, hogy meg életet lehez bele valahogy. Igen, igen. Mi a helyzet ezekkel az újakkal, ezekkel a lapos tévékkel, ezeket tényleg nem lehet, vagy nem érdemes javítani? Hát valamikor 10 éve így nézett ki az első készülékeknél, de most már teljesen más a helyzet. Megoszlik itt is a tábor, hogy ugye vannak, márkát nem szabad nagyon mondani, ugye? Nem reklám, ha most többet emelünk ki, akkor meg pláne. Tehát, hogy nem, ettől nem fognak több tévét venni. Ha elmondjuk, hogy az egyik miért rossz. Én nem azt akartam mondani, hanem azt, hogy ugye van a nagy S-betűs tévémárka, amik egész jók, és az alkatrész hosszú távon hozzáférhető. Van az L-betűs, ami szintén egy másik nagy tábor és jó. Aztán vannak Európa egyik legnagyobb készülékgyártója, aki mindig az adott áruházlánc nevén árul készülékeket. Az is elég jó, az alkatrészei beszerezhetők, és vannak a kínai lapos tévék, amik egy kicsit kívánnivalót hagynak utána, amit nem is nagyon ajánlok az ügyfeleknek. Ja, ezen miért nem csodálkozik az ember? Viszont egy vásárló ezt nem tudja a áruházláncba eldönteni, az áruházlánc eladója nem tudja, vagy nem akarja elmondani, hogy ez viszont ekte kínai tévé, és meg fogja venni, és egy szerelőnél fog majd az ügyfél arról észbe kapni, hogy úristen, ehhez nincs alkatrész 1 éves kora után. Aki hozzád... Ezek sajnos viszont kikerülnek olyan helyre utána, a szemétbe, és nem tudunk valamit csinálni. Aki hozzád akar eljuttatni tévét, az hogy tudja megtenni? Mert most azonnal többen írtak, hogy 2 van, 3 van, leadnám, odaadnám. Igen, én is kapom folyamatosan a megkereséseket, és... Hát én kerepesen vagyok, ha ő el tudja hozni, a szállítás megoldható, azt nagyon megköszönöm. Budapesten elvileg az átvételt meg tudom oldani, és
vidékre sajnos nem tudunk egy-egy készüléké elmenni, mert nincs rá kapacitás, illetve nem éri meg. Már Budapest egyes végeibe se nagyon éri meg olyan rossz készüléké elmenni, amiről az a tapasztalat, hogy 10 éves rossz készülék és megbízhatatlan volt világ életébe, abból még 2-ből 3-ból se tudok egyet csinálni, ami jó lesz. Aha. Hát ez nagyon helyes történet, komolyan mondom. Jó, jó ilyen emberekről hallani, akik. Szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik olyan dologba is mellém álltak, hogy például Nagybandó András tavalyi facebookos kapcsolat alapján az egész családja segített a készülékek összeszedésébe. Tehát olyan szinten, hogy ugye a Facebookon bejelentkezett emberek felajánlott tévéit összegyűjtöttük, koordináltuk, és sikerült Pécsről 12 darab készüléket, az egész országból pedig 70 darabot összeszedni. Különben ez a darabszám, ez a 200 darab, ez csak a tavalyi évre, meg az ideire vonatkozik. 2012 óta azért 500 darab körül járunk. Azt a mindenit. De jó. De az 500 boldog ember, ha mondjuk fejenként azt hiszem, hogy egy ember tud egy tévét nézni, és ha érdekes, akkor én felsorolok nagyságrendeket. Mire tehát gondolsz, hogy? Országos mentőszolgálat 21 darab tévét kapott azokra az állomásokra, ahol nyilván az orvosok betegeket fogadva tudják használni. A Honvéd Kórház tavaly 35 tévét, idén már 22-t, akkor 60 fölött járunk. Bajcsi Zsilinszki Kórház, a Fóti Gyerekváros 12 tévét kapott, a Várpalotai Kórház, a Mosoly Otthon Alapítvány, ahol autista gyerekeket, illetve felnőtteket ápolnak. Flór Ferenc Gyerekkórház, Viktor Speciális Központ és a Vöröskereszt 13. kerületi hajléktalan szállója 20 darab fölött, Kistarcsai Flór Ferenc Kórház, és a legtöbb kórház, akiket felsoroltam, már nem tudnak fogadni több készülékeket. De jó. Nem fér más. Én próbálom fölvenni az összes kórházzal a kapcsolatot. Kapok olyat, aki őszintén megmondja, hogy nem tudunk fogadni, mert ebbe a kórházban nincsen előfizetés, és nem tudjuk használni a készülékeket. Van, aki azt mondja, hogy tudjuk, aztán további kommunikáció valahogy elreked. Ilyen, ez nem egyedi példa. Aztán van olyan, aki a készülékeket tudja fogadni, és örül is neki, de nem egy egyszerű történet. De jó, teszel a tévészerelőknek is, mert azért az ember sokszor a tévészerelőkről úgy gondolkodik, hogy megérkezik egy kicsit kövér bácsi egy kerdésznadrágban, egy ceruzával a fülem, és azt mondja, ezt már nem lehet megcsinálni, vagy neki egy újat. Nem nagyjából ezt gondolod a tévészerelőkről sokszor. És te jót teszel a tévészerelőknek is. Soha nem fordult meg, hogy kerdész bácsi ceruzával. Nem kerdész, egy kerdésznadrágos. Fázis ceruzával megérkezik egy piros kerdésznadrágos, kicsit kapcsán megkeresett e-mailben olyan cég, aki elektronikai hulladékok megsemmisítővel foglalkozik, és egy kapcsolatot ajánlott fel, majd kiderül, hogy ez készülékekre vonatkozik, alkatrészre vagy mire, akkor megkeresett egy nagy valami konferencia központ, hogy náluk le fogják cserélni a készülékeket, és szeretnék nekem átadni ezeket a régebbi készülékeket. Hát erre leszem. Tehát tulajdonképpen a médiának köszönhetően eljutott az emberekig az, hogy jó helyre is kerülhetnek a régi készülékek, amik eleve nem szennyezik a környezetet vele, és még tudunk olyan embereket segíteni. Nyilván. Attila, mi is kirakunk majd egy e-mail címet, ha megadod nekünk, ha valakit nagyobb darabszámot akar neked küldeni, akkor meg tudja írni e-mailben, és akkor le tudjátok levelezni, hogy hogyan. Jó? Meg fogom köszönni ezt a kapcsolatot. Mi köszönjük, hogy vagy, hogy dolgozol. Nagyon helyes történet. Köszi, Attila, jó munkát neked. Köszönjük. Hello. Milyen jó, nem? Most már a kórházaknak legalább tévéjük van, ha fertőtlenítő szer, meg WC papír. Most már az jó, hogy nincsen, tehát aki WC papírgyárban dolgozik, küldjön azt, aki papír zsebkendőt tud, küldjön azt. Hát most ugye az volt, hogy pont egy ilyen civil csoport a Facebookon elkezdett gyűjteni matracokra, mert ugye neked a gyereked bent van a kórházban, és te ott akarsz vele aludni, akkor egy ilyen nyomorult stokin ültél a gyerek ágy mellett, és akkor kicsit a fém ízébe beleverted a fejed éjszaka, és most arra kezdtek el emberek gyűjteni. Tehát szép dolog ez, mondjuk nem, igen, azt gondolom, hogy ez az egyetlen... Igen, nem ez az egyetlen járható út arra, hogy rend legyen, de legalább van tévé meg. Igen. Na, hogy egy kicsit vidámabb, 3 perccel zárjuk még ezt a fél óra.
órát. M1 híradó. Istenem. M1 híradó. Emberek vagyunk, ez bárkivel megtörténhet. Mi nem a hölgyet és nem az M1-et akarjuk ezzel bántani, nem, mert ez történhet. Nekünk is vannak frajdi elszólás. Ez történhet. TV2-n ez történhet. Klassz FM-en ez bárhol történhet. De hát a műsorvezető legrosszabb rémálmában jön ez elő, hogy valami olyat mond, amit végképp nem akar mondani, és ez most pont szegény M1-esekkel történt egyébként, akiket az ág is húz, mert hogy ez most történhetett volna tényleg bárhol. És mondjuk még egyszer, nem a műsorvezetőről szól, én nem tudom a hölgynek a nevét, egy nagyon helyes szőkehajú szemüveges csajszíról van szó, és nem is a csatorna ekézéséről, egyszerűen csak arról, hogy milyen az, amikor az ember legrosszabb rémálma válik valóra. Emberek vagyunk, mindenki elszólhatja magát, vagy mondhat rosszul valamit. Talán hallották hallgatóink is azt a történetet, hallottátok, hogy ugye országszerte ápolják a húsvéti vasárnapi hagyományokat. Indult egy ilyen felkonfja a műsorvezetőnek szegényként, de hát ez sajnos nekünk reggeli rádiósoknak azért ezt meg kell lovagolni, és utána jött a rémálom, valami egészen más lett belőle. Ételszentelés, sibálás, vagy éppen berzselés a húsvéti hagyományok napja volt a mai. Országszerte több településen is felidézték a népszokásokat, most pedig megtudjuk, hogy mit is. Az utána levő pillanatokra lennék kíváncsi, amikor ő ugye lekonferálta, igen, az anyagot. És akkor realizálod, nem is biztos, hogy te rájössz, hogy ugye mit mondtál, csak ott esik le utána, hogy úristen, mit mondtam. Nekem is volt, hogy valaki szólt a fülemre, hogy én ezt mondtam, te jó Isten. A bakit érezted, nyilván. Népszokásokat most a népszopás és a népszokás között azért nagyon nagy. Gyerekek, hát van egyfajta összefüggés, és ezt lehet, hogy az M1 is jól érzi, hogy ezt a népet azért régóta szivatják szép szóval, ugye? De hogy azért a népszopás és a népszokást összekeverni, hát szegény kislány, neki nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű úgysegy. Ez egy nagy népszopás. Hát, igen. Tájegységeként változ egyébként, hogy miben torkolik a húsvét, van ahol ember. Jó a buli, mondjuk. Van, akinek csak a népszokás marad, van, aki viszont. Igen, az a sokkal durvább szivatás. Az a legény, aki idáig eljut, az biztos, hogy piros tojást kapott a menyecskéktől, szóval tetszett neki. Igen, de ilyen tényleg mindenkivel megtörténik, nem? Hogy amikor valami olyat kell mondanod, vagy kiállsz emberek elé, vagy csak egyszerűen mondasz valamit, és hát a legrosszabb rémálom válik valóra, amikor, igen, elszólod magad. Én nem tudom, hogy ez egy, mi járhatott a fejében, vagy miről beszéltek, hát úgy is működik az agy egyébként, hogy amikor rá parázol egy szóra, hogy te nehogy ezt mondd, és biztos, hogy mire élőadásba kerülsz, csak az lesz belőle. Tehát lehet, hogy a riporter kislány, vagy a műsorvezető, ő elmondta a szerkesztő, hogy Istenem, csak az, hogy nehogy azt mondjam, hogy nem akarom azt kimondani, nagyon nem akarom kimondani, nem fogod, nyugodj meg, hát népszokás. Élőadás, tessék, a húsvéti népszokás. És abban a pillanatban bedurrantod, nem így van? Hogyha vizionálsz egy szót, akkor bevonzod valahogy, és minél jobban félsz tőlem, annál jobban kimondod. Hát ez nagyon jó. Gyönyörű. Az ATV-n is előfordult egyébként már Kálmán Olga. Igen. Dobott el egy P-t, egy K helyet, de utána ő javította is adásban saját magát. Tehát de mondta, ugyanez a szó volt? Ugyanez. Hát a gyerekek, itt a szóval van a baj. Igen, a népszokást, azt akkor megkeszünk. Ez egy nagy ősi magyar pavlovi reflex. Hát, hogy ugye egy rácsorgással legyen. Ez egy ilyen finom, hogy 10 millió vagy gyerekek, akkor ezt nektek basszus, mert nem népszokás gyerekek. Ez egy 500 éve nem nyertünk háborút. Vagy egy nagy kollektív igény. Nem, igényünk már nincs rá. Már 500 éve ezen a végén vagyunk a Tuminak, úgyhogy igény már nincs rá. De akkor lehet, hogy ez egy nagy magyar kollektív tudatalatti, tényleg? Uh-huh. Hogy a népszokás és nép azt így összekevered? Azt finoman? Hát igen? Most ha már két nő is összekevered. Hát már Kálmán Olga is ráfutott erre? Igen. Nem? Hát ki tudja Olga fejében mi járt? Nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy ez ő fejében akkor mi járat, hogy nagyon kedveljük. Ki tudja. Ez egy nagyon cuki nyelvbotlás, ez egy helyes dolog. Tehát, hogy nem bántani akarjuk mi tényleg. Csak hát ez most már az idők végezetéig fenn is lesz. és ez végéig ott marad, igen. Na jó, van. 8:30 múlt pontosan 1 perccel. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Hamarosan folytatódik. Jó reggelt kívánok! Ond írja, hogy Sírsárkány belterületén mérik a Szombathely felé tartókat, és az M35-ösön Debrecen felé a 18-as kilométernél szintén mérnek. Lajosnak is köszönjük az infót. SMS-ére ma is számítunk, üzenetét várjuk a 0670-645-0000-as számra. És akkor életem legnehezebb 3 perce következik. Először teljesítette női versenyző a Kör néven ismert erőpróbát.
come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. Jó kis tupek így húsvét után, na, DJ Oti. Az amerikai pén. Igen, nem, az amerikai hipáboly. Az amerikai gangsta Zoli. DJ Oti előcsalogatta a mackót. Ja, igen. Látja már jó, az árnyékkel. Jobb, mint hogy egy jó erős kompromisszum csalogatta volna előled a macit. Egy jó kis tupek, hát ez mindig jó. Gyorsan egy-két közlekedési hír, az M1-esen a határon kifelé dugó van, valószínűleg az osztrák rendőrök kezdtek ellenőrzésbe, még nem látom. Ezt Peti küldte nekünk, de szeretem azt az SMS-t is, hogy Soltész Rezső mekkorát újított. Trafi az M86-os 88-os kilométerénél a felüljáron mindkét irány méri, Geri Golf 5-ös küldte nekünk. Drága vagy, Geri, hogy elküldted. Aztán az Árpád hídon Pestre egy kicsit lassabb a haladás, valamint a Bakcsomóponttól kifelé áll az M1-es, M7-es kivezető, hatalmas dugó van. És a Váci úton befelé baleset van a 4. kerületi Árpád út után, nem sokkal, a dugó vége a Dunakeszi lehajtónál van, úgyhogy aki tud, még kerüljön, mert ott is hatalmas baleset van. Valamint a Szentendrei úton befelé Akvinkumi hévmegállónál mérnek, ezt Jucus küldte nekünk szépen lassan. Ott nem tudom, 50-es vagy 70-es tábla van, de próbáljátok tartani. Ugye meghallgattuk ezt az M1-es bakit, szegény leányzó, hát nyilván erről most több műsorban beszélnek, és ez egyszerűen kicsúszik. Ugye az ember szája nem is tud ezzel mit csinálni. Hát ebből láttuk, hogy legalább tényleg élő, nem? Igen, ugye, emberi. Az adás tényleg élő, nagyon emberi. Emberi hiba volt, igen. Esküvőn az anyakönyvvezető mondta a polgári ceremónia után nekünk, hogy következik az egyházi szartartás. Mindenki röhögött az anyakönyvvezető. Szegény. Drága, egybegyűltek, kedves ifjú pár, következik az egyházi szartartás. Legyünk és tartjuk a tartalmát. Legyen jó. Úgyhogy legyenek nagyon boldogok és tartsák meg a fogadalmat, most pedig fáradjanak át a templomba. Szóval hát emberek vagyunk, ez sok mindenkinek hasonló úton módon kicsúszott, így van. Igen. Aztán Jakubcsak Gabriel egyszer Bocskor Gábort és új trükkót akarta kibékíteni egy talkshowba, ezt mondta Gabi és Trutyi. Azonnal bocsánatot kért, valószínűleg nem direkt volt. Bár lehet, hogy nem húsvéti népszopás, de egy húsvét után elmegyek Szombatfehérre imádkázni, értetek? Hogy novembertől is boldogítsátok a reggeleimet. Köszönjük szépen, az ide vonatkozó imádságok egyébként különösen jól jönnek. Hát ez a fohász meghallgattatik. Azt mondja, hogy ismerősöm mondta, veszélyezteted a tepsi épségemet. Hát, a klasszikus, ugye, igen. Vannak szavak, amiket tényleg nem tudsz egyébként normálisan felkonferálni. Na, jól van, nem akarjuk őt nagyon-nagyon bántani. Srácok! Na, baj van? Baj. Na, mi a baj? Nagy baj van. Baj van. Ez egy feroldal volt, azt nem tudom. Nem, ez tankcsapda. Ja? Akkor azért mondom. Baj van, igen. Megtévejettem. Mit csináltál? Na. Rágyújtottál? Ne csinálj! Nem mondott komolyan. Mentségemre szolgáljon, hogy ittas voltam, soha ne ígyatok. Nem mondott komolyan, hogy rágyújtottál. Egyre. Te szemét. Képzeld el. Hogy miért nem mindegy, akkor? Hogy egy vagy tíz. Ne legyél már ilyen aljas. Hát rágyújtottál. Egy. A szombat. Örülök is, egy kicsit csalódott. Ne legyél már ilyen. Szombat este, elmondom. Szombat este volt ott álltak a barátaim, rokona, mindenki, húsvétoztunk. Neked ne keverd be. Megittunk egy előket? Valamit, érted, és azt mondtam, hogy csak most egy. Mi az, hogy egy valamit? Nem volt rajta címke? Nem, lopott volt a szájzi. Ha onnan tudhatnák. Nem volt rajta az árjegy. Házi pálinka, és az ízéből nem derült ki, hogy miből főzt. És rágyújtottál. Hajnali kettőkor. Nem bírtam tovább, meghajoltam a nép akarat előtt, ami nyilván az én akaratom. Nyilván lefogtak és a szádba tuszkolták. Igen. Azt a mindenit neki. Állatok. Képzeld el, meggyújtottam egy cigit. Ez kemény. Most egy kicsit úgy letörtem. Én is. Úgy veled vagyok a drámában. Én. Te hittél benne? Nem. De rohadék vagy. De most nagyon szeptember 20-a óta eltelt fél év. Idáig megtartottam magam, és azóta se gyújtottam rá. Tehát érted, egyet szívtam el.
Na de ez innentől kezdve... Most ez, nincs ez, megállás? Hát nem tudom, de van megállás. Csak az, tehát az elgyengülés az ugye ki tudja, hogy bekövetkezik-e újra majd valamikor egy újabb elgyengülés. És onnantól kezdve már nem biztos, hogy van megállás. Ha sokat gyengülsz el, akkor visszaszoksz. Akkor visszaszoksz. Milyen volt? Megszédültél? Irgalmatlan. Ezt most ne figyeljék, tehát senki igen. Ne hallgasson ide. Olyan volt, mintha 5 perccel azelőtt nyomtam volna el. Egyszer. Igen. És annyira... Te figyelj, olyan érzés volt, hogy megőrült. Hát azok, akik nem dohányoznak, majd rágyújtanak, megszédülnek kicsit, tehát hogy elszokik a szervezet a nikotintól. Neked ilyen nem volt, nem? Ez a szervezet nem szédült meg. Kis gazdám, köszönöm neked ezt a gondoskodást. Végre. De nagyon, tehát lelki ismeretileg nagyon kész. És egy volt, vagy aztán... Jaj, hagyjál már! Azért gyónom meg! Na jó, várja. Hát ez nyilvános gyónás. Emlékeim szerint egy cigarettának az elszívása nem ennyi. Hogy hát utána rossz lelkismert, hanem egy szívás, hát ez már elszívod, két szívás, kifolyom. És utána azt már közben iszogatok közben, eszegetek közben, szívom. Tehát, hogy azért nem eszegetünk. Elég lassan jött meg az a gondolat, hogy neked lelkismert fog belásod. De nem, már akkor megvolt már az első sluknál, csak mondom, megnézem, hogy a második után is van. Gyorsan elszívom, egyre nagyobb a lelkismert, hogy fogadás, gyorsabban, és nem. Mondom, hogy ha végig szívom, akkor is van-e a lelkismeret furdalásom, vagy akkor már visszaszoktam. De ezt jól tetted, hogy akkor nem volt, mert megölni azt a pillanatot az hülyeség. Tehát ha már elszívtad, akkor szívd el úgy, hogy akkor már ott vagy, elszívod, dumálsz, és majd utána, amikor lefekszel, csapsz a fejedre, hogy atya Isten, mit tettem. Annyira lelkiismeret furdásod, hogy az egyik szállat gyorsan, egy másik követte, hogy elnyomd a lelkiismeret furdalást. Tehát nem volt ilyen, hogy gyerekek, adjatok még egyet, mert annyira fáj a lelkiismeret furdás, hogy mindjárt morfiumozni kell, akkor adjatok még egyet. Hogy a második után jönne. Nem jött. Az egy után nem jött, de utána meg reggel jött. És még egész este se jutott eszembe, tehát utána még mi sokáig mulatkáztunk, és nem jutott eszembe akkor se a lelkiismeret furdalás, de nem gyújtottam rá még egyre, érted? Tehát nem az volt, hogy kérek még egyet, a lelkiismeret furdalás az vasárnap. Illetve nem emlékszel rá? Igen. Csak reggel ott volt az a teli hamután. Igen, az benne feküdtem perfejét. 50 darab kibontott színfis ízés csomag között találtak. Színfis. Románt. Az színfis. Fecske között ott feküdtem. Gitánc között ott feküdtem. Kicsit csalódtam. Szóval, hogy valahogy egy ilyen a beléd öntött ilyen, nem is tudom, ilyen eszményi képem az most úgy valahogy úgy, mint egy kártyavár egy nagyobb szellő egy után. De egy hős sem menetelhet megbotlás nélkül végig egész életében. Napóleonnak is voltak vesztes csalái, ez igaz. Érted, Moszkvával ő sem bírt. Na, ez ugyanaz. És vasárnap reggel viszont, hogy felkeltem, akkor nagyon, nagyon rosszul éreztem magam. Már nem így, hanem lelkiismeretileg. Ez így egy hallgató, ez súlyosabb, mint egy félrelépés. Tehát ez. Mint két félrelépés. Jó, nem, három félrelépés. Nem, de most 100 cigi, és azóta nem gyújtottam rá. Ez most akkor baj? Hát. Most egy rohadt áruló nem, vagyok? Nem, ez itt a tiszta, hófehér, öblítő illatú, szépen kivasalt abroszra valaki éva. Odafosott. Oda bizony. És előtörnek az érzelmek, mert én ezért vagyok kopasz. Így van. Ezért van pumukli fejem, ezért nézek ki úgy, mint egy idióta fél évvel lassan. Nem az volt a fogadásunk, hogy életem végül. Az igaz. Nem, az most volt, már nem hogy... nézel ki, mint egy idióta. Most már napokig úgy néztél ki, most de most már. Láttam szombaton a gyertek átot, véletlen belenéztem, nem szoktam nagyon magam visszanézni, úgy néztem ki, mint egy ilyen erőlködő, vicceskedő utolsó stádiumos. Tehát körülbelül így... Viccesebb is a műsor. Bari, aki nagyon durván beteg, de még azért próbálja erőből tolni, hogy vicces, de már napjai vannak hátra, ezt láttam a képernyőn. Szóval, hogy lásd ezt a fehér abroszt, és lásd azt a csúnya pacátot középen, hogy ettől még az abrosz használható. Kimossuk, újra megterítjük, elfelejtjük, hogy valaki oda nyomott egy nagyon-nagyon... Egy hatalmas rorságteszt. Rátett a fehér abroszra egy rebelis hurkát, de arra az abroszra ezután mindenki úgy néz, hogy azon az abroszon egyszer valami olyan volt. Érted? De aha. Te nem csak oda tetted, te szét is kented. Azt a makas csoki golyót. Hacsáztam vele kézzel, mi? Szóval, hogy ezek után se leszel dohányos, de kovász került a cipóba. Bizony. Érted? De ettől még bemorzsáztak az a reaktorban. Azért, mert volt egy valami, hát gyerekek, fél egy valami, nem, Feri. Azt mondja, hogy azóta sem gyújtottál rá, hát a következő cigarettáig nem. Ez most egy átmeneti időszak két cigaretta között. Igen, honnan tudjuk, hogy nem jön a következő? Honnan tudjuk, hogy ez nem egyfajta elgyengülés lesz, megint egy szombati buli, és ott nincs a következő. De most akkor én most baj, hogy egy hónapban majd egyszer elfogadom. Aztán majd két hetente, hetente, és majd megint ott tartunk, hogy lázadányos leszel, mint régen. Nem tudom, hogy tartható-e az, hogy mondjuk heti egy, vagy két hetente egy. Tehát itt van, vagy dohányzol, vagy abszolút nem dohányzol. Mondom én ezt, aki egyébként olyan kocabagós vagyok, hogy én elmegyek bulizni a barátaimmal, én például elszívok egy-két száz cigarettát.
Tessék, a szent ember. De nem dohányzom, meg nem is hiányzik, meg nem veszek magamnak. Semmit. Igen, csak neked azért ott van egy 30 éves addikciód, amiben visszacsúszhatsz. Tehát, hogy azért te veszélyeztetettebb vagy. Nekem ahhoz italhoz néha jól esik, bár bűnös, és senki nem dohányozzon, és fúj, elítéljük. Iszol is. De amikor az ember elmegy, akkor mit tudom én, dohányzik, de tényleg drága fiatalok, ne dohányozzatok. De te veszélyeztetettebb vagy, hát te végigmentél a rögös ösvényén a leszokásnak. Meg nem tudom, hogy emlékszel-e, de készülsz egy félmaratonra. Hát de most ez egy szácigi volt, hát most attól én másnap ugyanúgy elmentem futni. És nem és voltam semmivel. És sírva tudtad le a penzumot. Igen, a könnyeiden csúszkálva. Inkább dohányoz. Szóval, ez azt mondja, ez nem visszaélés, ez csak botlás, de akkor valamit találjunk ki. Hogy legyen egy büntetésed neked is. Miért lenne már büntetés? Hagyjál már békén! Nem most, mert ezt most bevallottad. Őszinte vagy, díjazzuk. Tehát, amikor a gyerek rosszat csinál, de elmondja, így akkor van. Kisebb a büntetés, aha, vagy egyáltalán nincs, mert legalább elmondta. Szív fel, orral, tízdek a kamilás hintőpont. Vagy valami. Most. De nézzük meg, hogy mi lesz a következőnél, és találjunk ki valami ordas nagy büntetést, hogy ha még egyszer megteszed, akkor viszont nem egy újabb fogadást ajánlok, mert még egyszer én kopasz nem leszek, de valami büntet azért neked is legyen. Hát nem lehet csak úgy büntetlenül visszaesni. Nem, ez komoly visszalépés. Figyelj, ha még egyszer eszik egy cigarettát, a következő tetoválásodnak a tartalmát mi fogjuk kitalálni. Jó, és egész hátas lesz. Jó, egész hátas. Jó, a méretet te mondhatod meg, de mi mondjuk a szövegét a tetoválásnak. Hát, ugye ez a fehér abrosz, ezt jól elkaptam, érted? Ez jó, hát, nagyon erős volt, nagyon erős volt Balázs. Na, a nyaller! Na, egy nyilván úgy mondtam ezt, mint hogyha. Most féltékeny vagy a poénomra, ez a bajod, hogy tisztán egyértelműen lefestettem, aha, ezt az idilli. Ez legyen színei... a legjobb poénod. Ez a színei kép, érted? A majális, ott van a majális az abrosszal. Az összefosott abrosszal. Na. Aj, Feri, hát most mit csináljunk vele? Jó, ez még megbocsátható. Megbocsátható, de veszélyeztetett. Hát az őszinteségemet becsüljétek az legalább, hogy elvallottam. Most mi van? Tökre kussolhattam volna róla. Ez volna az eset, hogyha nem vallod be, attól, hogy nem beszélsz valamiről, még megtörtént. Na jó, de azért elmondani egy országnak, aki követte a leszokását, bevallani, hogy bűnöztem, mint titokban elsimlizni, ehhez erő kell. Jaj, most akkor majd az egész ország szóval, hogy jaj, mennyire emberi, hogy bevallotta erről is. Ez is csak népszerűsködés. Hattam volna, érted? A haverjaim nem köpnek be. És ha eszedbe az abrosz hasonlat. Azért ez nem népszerűsködés. Valaki ráfosod az abroszra. Hiába aha, azért a szomszédság előtt összekacsintasz, de tudod, hogy azon az abroszon fos volt. Feri, beszennyezted a saját abroszomat. Saját abroszodat, basszus. Vágjátok le az egyik ujját, írja a hallgató. Jó. Miért csak az egyik? Mi van? Miért kéne? Ha tényleg a két cigi tartót. Mert figyelj, hogyha igen, mert hogyha mondjuk a középsúlyodat levágjuk, akkor már nem tudod összefogni. Egy jó dohányos minden, hogy megoldja. Megmutatjuk gyorsan a hármasugrás beugrót, amit kitaláljuk a büntit. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, hát még ez is. Drága hallgatók, nagyon könnyű, úgyhogy próbáljátok kitalálni. Jó, hogy mi volt ez? Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Tényleg legyen az, hogy mindig levágjuk egy ujját, amikor rágyújt. Tök jó. Hát ez szerintem nekem ez tök jó. De hogy ne zavarja a gitározásban a lábáról. Az a baj, akkor felborul. Tényleg, nem vagyunk, hogy sarka fogjál. Feri, mit csinálsz, hogy levágták három lábú ujjamat. Hát... picit neki keseredtem. Bocsássatok meg! Nem keseredtem. Tudtam, mit csinálok. Ez kicsit olyan, mintha valaki egy abrosz... Azt nem mondta. Na jól van, jövünk Júli rovatával, kedvem. Jó? Többen írják, hogy Feri, veled vagyok, többen írják, hogy bennük is összeomlott valami, hát mindenki vérmérséklete szerint ítéli meg ezt a dolgot. 9 óra van pontosan, mi jövünk, kedvem, úgyhogy Júli rovatával folytatjuk. Ákos, híre jutam. Hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:10 lesz pontosan 7 perc. Holnap szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Trafi van a 4-esen Kaba térségében a 186-os 187-es kilométerkő között. Ezt Tibi küldte nekünk. Jó, ez az Árai Vámosi. Köszönjük szépen. Zoltán Erika is nagyon oda tette magát ma reggel.
Molna Szecsődben a 157-es kavicsnál szintén trafi, ez a 8-as úton van. Csabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy trafi van a 46-os számú főút Mezó Túr belterületén, a Török-Szent Miklós felé haladókat mérik a Malomnál. Ott is vigyázzatok, menjetek óvatosan, és hát nagyjából ennyi, a többit azt már elmondtuk. Érekelt. Mi ez az eltérített gép? Hát az eszem megáll. Komolyan nem múlik el úgy el nap, hogy ne történne valami, és azt tehetjük, a CNN nézzük, hogy kevesebb, hogy legalább 81 utas van a fedélzeten. Aztán ezt már módosították. Igen. Igen. És hogy Cipruson szállt le a gép, egyelőre ennyit tudunk, és hogy megfenyegették a hatóságokat, ne menjenek közel a géphez, mert robbantanak. Ugye ez egy belföldi járat. Igen, belföldi, ugye? Járat. Kairóba mentek, és ott történt, vagy hát nyilván légtérben történt az eltérítés. Tehát hogy a fenébe tudnak eltéríteni egy gépet? Hát nem az van 9-11 óta, hogy már nem tudsz bemenni? Hát... A pilóta fülkébe? Kijött lehet mosdóba? A pilóta? Ugye hát ezt most vagy már mondjuk, hogy szigorítja. Ha túlszul ejted ugye az egyik stewardess-t például, akkor nyilván akkor a kapitánynál például mi a parancs? Oda egy késsel valaki a stewardess torkán szorítja. Nem engedhetsz be senkit, se nem nyithatod ki, nem. Hát, állítólag egy robbanő van. Az eltérítő, a gép eltérítő. Aha. Tehát gondolom, a kapitány úgy gondolkozott, hogy inkább megteszem, amit mondasz, leszállok ott, ahol szeretném, mint hogy mindenki meghalljon. Tehát lehet, hogy be se jutott egyébként a kokpitbe, csak egyszerűen valahogy kizsarolta azt, hogy lehet, hogy a szűrveszeken keresztül hogy szálljanak le Cipruson. Tüzelképesztőt mutatják a gépet a CNN-en. Na mindegy, ha tudunk valamit, akkor mondjuk természetesen. Egyelőre még nincs hír, hát reméljük, hogy pozitív végkimenete lesz a dolognak. Mi megyünk tovább, kedvem, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Juliskánk. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Hello, sziasztok! Juliska. Húsvét után, megölöcsolva. Macska vagy, Juliska. Hogy mi újság? Hogy de szép cica vagy, ismered? Nem ismered? Dehogy nem. Sanyi, de szép macska vagy, Sanyi. Hogy telt a húsvét? Hát locsolkodással, tehát én nem szeretem húsvétot. Nem. Mi a bajotok nektek, nem az én nőkkel a húsvéttal? Hát egyrészt, egyébként nőkkel. A lányom nagyon jól összefoglalta, azt mondta, anya, ez az ünnep, ez a férfiak ünnepe. Ők mennek el itthonról, nekik izgalmasabb, elmennek, esznek, isznek. Pénzt is kapnak a locsolásért. Mi meg itthon ülünk, várunk, büdösek is leszünk, úgyhogy ez totál igazságtalan, úgyhogy elhatározta, hogy jövőre bajszot fog magának festeni, és ő is elmegy locsolkodni. Oh. Ez menő. Szerintem tök menő. De ez menő. Egy igaza van, tényleg inkább a pasikról szól. Tehát, hogy a lányokat megyünk locsolni, de magunkról szól, hogy kapjunk valamit, berúgjunk, ígyunk valahol. De miért csináljuk, hogy ti szépek legyetek, illatosak ebben az évben? Ez azért egyfajta udvarlás. Mi? Hol? A férfiak részéről, hogy elmennek és meglocsolják a lányokat. Ja, figyelj, egyébként nagyon helyesek, mert hozzánk jönnek a barátok, nálunk elég nagy sürgésforgás szokott lenni ilyenkor. Egyébként azt néztem, hogy az elmúlt tizen akárhány évben, mióta együtt vagyunk a Miróval, nekünk ez a húsvét mindig egy ilyen neuralgikus pont, mert hisztivel és veszekedéssel indul, mert egy vendéglátóshoz nem lehet úgy jönni, hogy ne legyen hatféle alkohol az asztalon, és négyféle sonka, és ég a kezünk alatt a munka, és olyan, mint a karácsony lenne. Nekem ez egy görcs, egy stressz az egész. Utálom, nem szeretem. Nagyon, de minden névnapra így készül rá, meg születésnapra, meg minden vasárnapra, meg, és vasárnap búcsúztató hétre. Állandóan le vagyok cseszve, hogy miért nem néz ki úgy az asztal, hogy ki kellene néznie, hogy miért nincsen ki annyi alkohol. Jobban csinál. Nem, ilyet nem mond, de hát kiszedte megint a kenyért. Hol vannak a barkaágak? A barkaágak azok megvolt minden, fel volt tisztítva a kis fa, meg minden megvolt. De hogy szikkadt a kenyér, és hol van a kalács, mikor hétfőn volt, hát bajnyek, hát ízét szombaton tudtam utoljára vásárolni, nekem ez nem. Hát a jó házi az, hogy megsüti a kalácsot hétfő reggelre, tudod? Nem szombaton. Majdnem mondtam erre valamit, Feri, majdnem mondtam erre valamit, csak új ember vagyok, hogy a jó házi az, hogy numárd a kalácsot, a friss kalácsot várja a locsolókat. Mondanék erre valamit, ha nem élőadásban lennénk, hogy hova tegyed a friss kalácsodat. Te tennéd a szádba,
Találtam egy kis boltot, ahol még volt kalács, úgyhogy vettem. Na, annyi haza van a Mirónak. Tökre bevállaló. Én Miró megyeszi, bevállalod. Süssön, akinek öt anyja van. El kell menni, meg kell venni. Mi is elmentünk, azt megvettünk. Házi kalács cukrászdába gyönyörűen megcsinálják. Pedig öt perc alatt kész van. És egyébként tényleg. Amikor láttam Miró, hogy nincsen kalács, akkor fogott lisztet, akármit összeöntötte, megkelesztette, öt perc alatt készen volt. Egyébként és olyan íze volt, hogy betojás. Nagyon-nagyon finom íze volt, de hát basszus kulcs. Tehát öt nem perc, tudom. Érted? Én előző nap, meg előző előtti nap mire megtalálom a lisztet 10-12 perc. Hol nem mi lehetünk. Mandula liszt, mák liszt. Mit tegyek bele, tudod, a gyerekemmel sima lisztet. Csinálj. Szóval én inkább kirándulni vittem a gyerekeket, és rendszeresen összekülönbözünk a Miróval, hogy mi mennyit nyom alatban. Szerintem ezek az ilyen jellegű élmények sokkal fontosabbak, mint az, hogy most ott legyen a terített asztal, és legyen rajta hatféle étel, mint az, hogy elmegyek a gyerekekkel hármasban, vagy négyesben el Miróval ide-oda. Szerintem ezek sokkal fontosabbak. Kettő itt a legjobb, mert az éhes gyerek nem szívesen kirándul, nem? Tehát, hasznos először egyen a gyerek a terített asztalról, majd menjen el kirándulni, és akkor megvan minden. Meg az a baj, hogy bárhova mentek, amire úgyis a erdőbe mentek, ott kivág egy fát, gyorsan rak egy bók, egy hatalmas izét, egy hatalmas uram, mágiát. Uram, nem baj. De a Milán az viszont olyan édes volt, nagyon most kapott először rokonoktól pénzt, és nagyon zavarban is volt, hogy ő ezt most elfogadhatja, és jött haza csillogó szemmel, és számoltuk, hogy mennyi jött össze, és hát ó, teljesen odáig volt, és kérdezte, hogy ez mire elég, és majd mennyit kell még összegyűjtsön, hogy összejöjjön nagy álma, úgyhogy... Na és jól fejelt a húsvét. És mennyit tett a családi kasszába a gyerek? Hát még sokat mirokám, mert ebből a villanyszámlát fog is befizetni. Egyszer meg lesz az a mountain bike, amit szeretnéd, de ezt most add ide mamának. Van egy UPC elmaradásom. Egyébként most a nyuszi is csokoládétojás helyett pénzt becsomagolt, 200-asokat meg 100-asokat szórt. Na csokolom, hát milyen világ ez? De miért? Milyen világ ez? Azt vettem észre tavalyról, és ott maradt egy csomó csoki tojás. Nem ették akkor meg, akkor meg mi a túrónak? De miért akkor meg mit vegyek? Akkor meg viszont vettem neki, hát, illetve a nyuszi hozott milyen kis becsomagot. Pénzt? Na ezzel van baj, nem a kalácsa. Nem már. 100-asokat, 200-asokat szépen becsomagolt a nyuszi. Begurniztátok a postát? És éjszaka egyesével szétszórt a kertbe, reggel gyerekek fölkeltek, kimentek és megkeresgélték, és baromi boldogok voltak. Mi a túrónak hozzon a nyuszi csokoládét, de nem eszik a gyerekek meg. A csokit. De nem eszik meg. Ja, szent gyerekeid hát, vannak. Nem. Hát ennyire forintosítani az nem jó, nem? Nekem nagyjából egykorú gyerekeim vannak, azért kérdezem, hogy nincs ezzel baj, hogy ti így ünnepeltek, csak mondom, hogy te nem az lesz, hogy jövőre már mennyit kapok, de nem az lesz, hogy mire a gyerek fölnő, arra a pénzről fog szólni a húsvért. Igen, vagy ne viccelj már, ilyen 1000 forint környékén kaptak, és baromi boldogok voltak vele. 200-asokban, meg 100-asokban. Én szerintem sokkal többet kaptál, költöttem volna. Te nem jártál ott csókodni régen? Régen jártál? Gyerekkoromban? Nem, vittek engem, igen, nekem azóta. Na, és pénzt kaptál? De, kaptam pénzt. Nem volt jó. Ne, egyébként jó volt. Na, jó volt, de apád már a lépcsőházban kiforgatta a zsebeid. Apám levert, hogy akkor a tasnit, hogy nem adtam az emlékét. Még egy 100-asnak legyen kell valahol. 400, büdös körök, még egy kilót adjál, még nyújjál zsebedbe a melegítók atyában. Nyújjál a melegítók atyában a büdös körök. Terikén, én 150-et adod. Nem, vannak céljaik, én pontosan tudom, hogy a Milán az nagyon szeretne egy tablettet, a Lidl lóra gyűjt. Meg lesz az a lipicai te, meg lesz az a magyar félvér. Előbb az istáról azt tegyem már össze. Jó, de hogy így gyűjtögetik a kis pénzüket, de most már nagyjából tisztában vannak, hogy mondjuk 1000 forint az mennyit ér, hogyha elmegyünk mondjuk egy ilyen programra, vagy vásárolni. Lovat akar a gyerek? Ezt most kitalálta, hogy lovat. Mit kezdtünk sem karácsonyi? Abrakot. Lehet, hogy biciklit, szóval egészen csapongó, de az széles a gyerek érdeklődési kör, ez jó. Biciklit, lovat, ez jó. Traktort, kecskét. Két albászra marad. És egy mongúzt. És egy vízi bicikli. Érdeklődő a gyerek, nincs ezzel baj. Na, jól srácok. Van. Mit hoztál nekünk, Juliska? Szexi szerdán jártam. No! Ez az, a múlt hetes komolykodásunk után újra egy kis erotika. Nincs ezzel baj. És közvetlenül utána egy torkos csütörtök. Így van, pontosan. A szexi szerda az egy intim gurmé est. Kérem? Igen. Nyilván a gurmé est kifejezés az számomra is ismerős volt, ugye egyre több helyen hallani, hogy éttermek, illetve ilyen lakáséttermek speciálisan összeállított menüket
kínálnak az ínyenceknek, és akkor erre lehet jelentkezni. Te is voltál nemrég egy ilyen, ahol mindenféle ilyen nagyon furcsa dolgokat ettetek. Hát, heresérvet, meg igen, méglepényt. Igen, heresérvet is ettünk. Akármit szörnyűségeket. Igen, azt én meséltem. Hát az volt tematikus est, de hát azért itt erről többről van hát szó. Ez egy gurmé, igen, az is egy gurmé, de intim. Est, de mitől valami, na, én mitől intim? Na, hát én sem tudtam, hogy mitől intim. Ráadásul egyébként az interneten szörfözgetve találtam ezt a programajánlót egy ilyen intimitás központnak az oldalán, az ünnepeljük a melleinket, illetve a velencei kurtizán program között. Ünnepeljük a melleinket. Ünnepeljük a melleinket. De ez a velencei kurtizán program, ez nálunk van Velencében? Nem, az ott Velencében. Ja, ez egy ilyen elvonulós program. Hogy ketten a pároddal elmentek? Hát nem a ketten a párunk, hanem több pár elvonul Velencébe. És swingereznek? Nem, állítólag nem. Nem, elvonulnak, és hát egymásra hangolódnak. Hát akkor nem járok messze a valóságtól igazából. Nekem a Feri féle volna jobban tetszett volna, hogy a velencei kurtizánok átmenek Gárdon volt. Sokszegre. Na és mi ez a pajzán szerda? Ez menü? Szerda, és lényeg az, hogy hát megkerestem a szervezőt, kérdeztem, hogy elmehetek-e rá, kipróbálhatom el, de hát a mi családunkban egyébként a Miró a nagy gurmé. Tehát, hogy én egy szerény gasztronómiai hagyományokkal megáldott családból származom, én ezeket annyira nem tudom, hogy rántottunk srizibizin. Hát körülbelül igen, egyébként ezen szocializálódtam, de a Miró az nagyon szereti az ilyen különlegességeket, az új ízeket, az új textúrákat, és kísérletező fajta. Úgyhogy mondtam neki, hogy Miki, szerintem ez az a program, amire neked is el kellene jönnöd. Úgyhogy hívtuk a nagymamát, este bevágtuk magunkat a kocsiba, és akkor Miró kérdezte útközben, hogy te figyelj ide, tehát tényleg mégis mi a túró lesz itt, tehát hogy így nagyjából mire készüljön. Én mondtam neki, hogy fogalmam sincsen, hogy mi lesz. Simán el tudom képzelni azt, hogy oda megyünk, egy félmeztelen rasztahajú pasi majd kinyitja az ajtót. Lakásra kellett menni? Igen, és majd megkér minket, hogy vetkőzünk mi is pucéra. Arra kértem, hogy ne rendezzen jelenetet. Tehát bármi olyasmi van, ami... Azért jó, hogy a Miró időzített bomba, azért az kemény, mikor félsz a saját férjedtől, ugye? Tehát, és szóval ne nézzen a hűtőbe, és ne kezdjen a főzőcskét. Hogyha jön egy olyan pont, ahol a halk zümmögések között felszólítanak minket arra, hogy akkor most szabaduljunk meg a ruháinktól, akkor ne csapja ki a palávert, hogy már pedig az ő asszonkáját senki nem fogja pucéra látni, hanem egyszerűen csak forduljunk sarkon és menjünk el, mondta, hogy oké, rendben. Egy Rákóczi úti cím volt megadva, egy ilyen sötét körfolyosos épületben mentünk föl, mondom, atya úristen, hova jöttünk. Úristen, de beteg ez a sztori, atya isten. Nagyon fura dolog lesz. És aztán fölmentünk, és hát legnagyobb megkönnyebbülésemre, illetve megdöbbenésemre egy lakáskonyhába mentünk. Ezek a lakáskonyhák, ezek ugye most már nagyon divatosak, ilyen különböző főzőtanfolyamokat, meg programokat szerveznek ki a lakásokra, amik egyértelműen csak azért vannak kialakítva, szuper berendezésekkel, meg készülőkkel, hogy ott megtanuljál főzni. És egy Hummel Zsolt nevű férfi várt minket, ő egy szakács, szépen felöltözve, szépre vasalt inkben. És egyedül voltatok, vagy másik pár? Még egy pár volt, egy tök konszolidált helyes pár volt, úgyhogy megérkeztünk, fújtam egyet, hogy jól van, itt nem fogunk gatyát ledobni, meg nagyon pucérkodni. És a lényeg az, hogy ez attól intim gurmélyest, hogy van ez a Zsolt nevű férfi, aki elmesélte, hogy évekkel ezelőtt egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett, hetekig, hónapokig feküdt kómában, aztán egy nagyon hosszú rehabilitációs időszakon vett részt, és ő, aki korábban nagyon nem szerette az emberek érintését, rájött, hogy nem is olyan rossz dolog ez, mikor az emberhez hozzányúlnak, meg úgy megsimogatják, meg megmosdatják, és nyilván persze, tehát visszajött a halálból. Szájtátva hallgattam, hogy ez a sztori hova fut ki. Egy autóbaleset, egy szakács, két pár, akik idegenek, egy körfolyosos gangos lakásban. Simogatással. Igen. Hát, hogy persze visszajött a halálból úgy, hogy ez nyilván átértékelte az egész életét, de miután ő kijött erről a rehabilitációs programról, ő elment mindenféle ilyen masszázsokra, és aztán rájött, hogy ez neki tök jól esik, és akkor egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre ment, kitanult egy csomó mindent, és hát saját bevallása szerint is egy kicsit rácsavarodott erre az egész történetre, azóta szerintem a Lingam és a Jóni körül forog minden gondolata. Aha. És rájött, hogy vagy hát úgy gondolja, hogy a főzés és a szexualitás az nagyon sok tekintetben hasonlít egymásra, mert ahhoz, hogy a kettő jó legyen. Tudom, én is mindig megcsem magamnak a rántást. Hidd el, hogy nálam 10 év házasság után a főzés és a szexualitás brutálisan jól összekapcsolódik. De hát ő is azt mondja egyébként, hogy egy jó főzés az lehet akár elő- vagy utoljáték. Igen.
És hogy ahhoz, hogy jó étel legyen, meg jó szex legyen, ahhoz kell kreativitás, ahhoz kell vágy, ahhoz kell egy kis fűszer, de a fűszereket sem szabad túlzásba vinni, mert akkor elnyomják az alapízt, és tulajdonképpen ennek a jegyében ezen a vezérsíkon haladt ez az egész közös főzőcskézés, mert hogy ezt együtt készítettük el ezeket az ételeket. És akkor megy ilyen kínos beszélgetés a másik pár, hogy légy, és add ide a fekete borskot, jaj, nem ez tarka bors, akkor adj légy egy kis kömény magot. Ott kell elképzelni. Nem tudom, észrevettétek el, a legjobbulik mindig a konyhában végzik. Igen, persze. Igen. És ettől, hogy ott körbeültük, vagy álltuk azt az asztalát, és ott adta a kezünk alá dolgokat, tehát tulajdonképpen mi csináltuk meg, a keze alá dolgoztunk, mi főztük meg ezt a menüsort, és ő közben így elkezdett beszélni. Tapis. De nyilván... Kicsit oda ment, hogy... Juliska, láttam, sokat spinningelünk. Igen. Miró? Kinyúlt a seggem, ez ennyi? Elkezdett mindenféleről beszélgetni, hogy a gyors szex az olyan, mint a gyors étterem, meg a gyors étkezés, hogy néha-néha persze tök részegen hajnali négykor az oktogonon tök jó bevágni egy hamburger, de hogyha ezen élsz folyamatosan, akkor elvész az értéke az egész történetnek, és hogy hozzá egyébként jellemzően 35 pluszos meg 40-es párok érkeznek, akik már 10-15 éve vannak párkapcsolatban, és hogy volt egy baromi jó szexuális életük, és aztán ez szépen úgy picit úgy visszavett ez a hevület, és akkor most új ingereket, új lehetőségeket, új impulzusokat keresnek, és akkor, hogy ezzel is, ő is így volt ezzel is, és 10-15 év házasság után jött rá, hogy ennek a történetnek igazából most kezdődnek a mélységei, és hogy még mennyi mindent lehet megtanulni erről az egész kérdéskörről, és hát akkor innentől kezdve mesélt nekünk mindenféle praktikákat meg. De ő elmondta, hogy szerintem mi baj a te életeddel? Nem, ő beszélt a sajátjáról, és innentől kezdve kérdéseket tett föl, tehát miközben mi főztünk, beszélgettünk mindenféleről, és tök fura volt, hogy azt gondoltam, hogy a Miró, aki majd így fog állni. Mi rohadtad, de én megnéztem volna azért, ami keveri a csicseri borsókrémet, nem? Igen. Keresi a római köményt. Miron csak fél időm esetleg, hogy Miron azt hiszem, addig az volt elfoglalva, hogy egy kis koncsacsinó, akkor felnéztem. Hogy már? Kicsit karamellizál, hogy utána pedig mit mondtál? Hogy na, mi? Volt szex, vagy nem volt? Mi volt? Semmi vetkőzés, csak duma? Szóval a Miró egyszer csak elkezdett kinyílni, és olyan dolgokról kezdett el mesélni, amit nem gondoltam volna, hogy idegen emberek előtt elkezd ezekről a dolgokról beszélni. És aztán a két pár is, és természetesen én is, és a vége egy ilyen... Óriási orgia. Egy brutál swinger. Nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt, tehát hogy mindenki feloldódott, hát ez a Zsolt, ez hogy is mondjam, ez topzódott a P betűs szavakban, és én láttam rajta, hogy ahogy kimondja, már attól beindul, és ahogy beszél az egészről, már attól csillogott a szeme. És a végén egymásra tunkoltátok a pörkölt szájra. De akkor nem rajta múlott, hogy nem lett valami. Papaja. Nem. Pineapple. Kimondta ezeket a P-betűs szavakat. Paragmáj. Egy jó pineapple. Pár pusztai. Én kérdeztem tőle, mert hogy egyébként vannak ennek olyan, ennek az esnek egy ilyen special változata is, ahol vannak páros masszázsok is állítólag. Tehát a főzőcskézés után van egy szoba, ahol a párocska, ahova a párocska elvonul, és ott két ellentétes nemű masszőr van állítólag, tehát a férfit egy férfi és egy nő, illetve a nőt egy nő és egy férfi masszíroz végig. Én tehát mindenkit ugyanaz. Ez nekünk. Igen, de azt nem, azt gondoltam, bocsánat. Mindenkit tehát... egy férfi és egy nő végig masszíroz, igen? Nem, az egyiket egy férfi és egy nő, a másikat egy nő és egy férfi. Segítek, a két párt megmasszírozza, hogy férfi és egy nő. Igen? Nem biztos, hogy jó pofa, hogyha Miró előtt, illetve Miló mellett fekszem egy ágyon, és azt nézi, hogy engem egy másik pasi hogyan masszíroz végig, úgyhogy gondoltam, hogy ez a vonal lesz. Hogy ez nem fog működni. Hogy vannak ilyen jellegű programok is, és így rákérdeztem, hogy na de ilyenkor van összekacsintás, vagy bármi, hogy esetleg ebből lehet-e több, és mondta, hogy soha nem, nincsen ilyen, ezt az elején ők el is mondják, hogy itt ez a látszattal, vagy a közvélekedéssel szemben, itt nem az a lényeg, hogy itt a végén mindenki mindenkivel, és aztán... Ha nem mindenki vele. Akkor elmentetek nélkül, ha jól értem, akkor négyen megfőztetek egy kaját, ott volt Sanyi, aki nagyon izgult a P-betű szavakra. Zsolt. Megettétek a kaját, Zsolt örült, megfőztetek neki. Mondom a menüt. Tehát a menü az például az volt, az első az egy leves volt, amit közösen főztünk meg, az egy mézes, ibolyás tejszínkrémleves volt, és amikor közben tudod, rakta föl az ibolyát, és akkor mondta, hogy a női nemiség és a szerv, és akkor rakok bele egy kis és a porzó meg a bébe. És akkor ráöntjük, és
és így láttam rajta, hogy így beindul ezektől, ahogy főzi, és olyan, és tényleg egyébként az embereken, akik ott voltak, a másik pár is, meg mi is, úgy kezdtük úgy jól érezni magunkat ezektől a szavaktól, meg úgy kezdett oldódni a hangulat. A második fogás az például egy steak volt, aminek az egyik oldalát bebundáztuk, a másik oldalát kicsit élesen hagytunk. Sok beteg helyen voltam, mert pedig közösen kinyaltátok a kuktát. Mármint úgy ért az edényt. Igen, mert hogy a kukta nem volt ott. Ezt egy lencse ágyon tálalta, és akkor a harmadik, az pedig egy desszert volt, egy ilyen körtés, langyos pite, amit így megkellett előtt. És akkor hozta a tésztát, és akkor mondta, hogy masszírozd meg a tésztát, hogy nyújtsd ki. Langyos pite. Beteg. Nem tudom, hogy mit mondani a tésztát. János, mit szólnál egy kis langyos pitéhez? Hát, csókolom. Lehet, hogy rossz szerint csöngettem. De nem lehet, hogy Zsoltnak régen volt szexuális élete, hogy egy pitébe belelátja már ezt, meg tálalja a forró lencsehabot, és akkor szexualizálja az ételt. Nem, hogy őt az ételek inspirálják, és szex közben is inspirálódik, és az ételekről eszébe jut, és akkor hát ha egyébként meg ránézel egy szép fonott kalácsra, hát mi az, ha nem, ha az, hát persze, hogy az, hát nézd rá, hogy milyen volt formája. Volt már olyan, összeesett a hűtő előtt? Kinyitott a hűtőt, és összeesett előtt, amikor benézett. Úristen, mennyi pé! Mennyi parizer! Most pont magam elé vizualizáltam egy fonott kalácsot, hát rohadtul semmi nem jut róla eszembe. Hát látod? A hasizmomon kívül. De nem, komolyan basszus, hogy nem tudok egy kalácsot szexualizálni, mert nem van a hiba lehet, de tényleg nem. Hát egyébként ez a pasi, ez indult a Konyhafőnök című sorozatban is, és ott is kiverte a biztosítékot, miután előadta, hogy a sárgarépa leves az osztrigával, és hogy hát hogyan kell ezt az osztrigát úgy megfogni, hogy az szétnyíljon, és ezt mindezt így élő adásban, hát nem is tudom, de mindenkinek előadta, és hát ez olyan érzékletesen tálalta ezt az egész történetet, hogy mindenkinek fennakadtak a szemei. Tehát egyébként maga az este baromi jó volt. Egy nagyon jó tettünk, és egyébként nagyon érdekes volt, hogy egy csomó olyan információt megosztottunk magunkról, amit azt gondoltam, hogy idegen emberek előtt nem feltétlenül vállalnánk föl. Érdekes volt. Ő kérdezett? Tehát, hogy ő próbált helyzetbe hozni, hogy mondjál magadról dolgokat? Mesélt, és szerintem még jobb lenne ez az est, hogyha ő kérdezne is, tehát, hogy nagyobb lenne az interakció, mert hogy így reagáltunk azokra a dolgokra, amiket ő mondott. Uh-huh. Tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez a Zsolt, ez annyira... Igen, tehát, hogy ő annyira tele van élménnyel, és annyi, hogy is mondjam, annyi mindent tanult, meg tapasztalt erről az egészről, hogy ő ezt nagyon szívesen átadná, hogy mindenki, mindnyájan részesüljünk ebből a sok kérdezik, jóból. Kérdezik, hogy az este alatt nagyon sok piña colada fogyott el? Ez alkotói kérdés, nagyon jó. és hát igen, nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy igazából az, amit mi tudunk így a szexualitásról, meg amit mi csinálunk így általában otthon, ezek a hétköznapi szőszmötölések, hogy ennek sokkal nagyobb mélységei vannak, és akkor beszélt a magmegtartásról. Nagyon jó. Ez egy új... Mindez, miközben keverte a csicserit. Csinálta a lencse habot. És most egy picit a késleltetett magmegtartásos orgazmus. Ha ez egy új vonal a gasztronómiában, előbb-utóbb lehet, hogy a kórhelyben is előfordulnak, hogy a Feri ott rátámaszkodik az asztal, és azt mondja, hogy átállt-e már a csurgatott levesünket, illetve a csirke becsináltak, és ajánlanék egy kis tocsogós perlacsintát. És most néhány szó a magmegtartásról. És kézzel így állnának fel. Köszönjük szépen. Köszönjük, majd legközelebb. De ez így elmesélve nyilván tök szürreális, de ha ott vagy benne, akkor azért nem volt ez annyira fura. De egyébként jó lehet, egy oldott hangulatú este. Miért csak ezt nem voltunk a bazilikában? Mi az? Miért? Oldott hangulat, hogy valaki te erről beszél, hogy a maga. Én bírom, minden mire, ami kimozgat a komfortzónából, nem rossz, beteg meg beteg, hiszen szeretem. A Miro miről beszélt? Amikor azt mondtad, hogy így föloldódott. Például... A kalasnyikovok. Állunk az a buli, kettes ívtárral. Nem, beszélt például arról a Zsolt, hogy van Amerikában egy pszichológus házaspár, akik évek óta együtt vannak, és hát már csak ilyen...
szex nélkül. Hát, nem is szex nélkül vannak együtt, hanem hát úgy megvannak, hát ilyen heti egy-két alkalommal egy össze-össze bújnak, de hát már túl sok köszönet nincs. Hát a szerelem. Micsoda? Heti egy-kettő? Hát irigykedem. A leglobogóbb időszakomat idézni. Heti egy-kettő. Rohadjanak meg. Micsoda? Az nekik arról, hogy rohadjanak hát meg. Hát a kanapé. Az az újévi fogadalmat tettek, hogy egy éven keresztül minden nap összebújnak. De hogy meg lesz este 8-tól 9-ig az időpont, és akkor ők szeretkezni fognak. És az nagyon-nagyon kényszeredetten indult az egész, és baromi izzadságszagú volt az eleje. De két hét után azt vették észre, hogy az intimitás újra kialakult közöttük, hogy sokkal jobban kommunikáltak a hétköznapokban, és hogy egyébként azt mondják szexuálpszichológusok, hogy ha kivész a szex a házasságból, tehát a szexel egy házasságot meg lehet menteni, mert ha kivész a szex belőle, akkor azzal együtt kivész a bizalom is, kivész az intimitás, kivész az egymásra hangolódás, a saját, illetve a másik szerethetőségbe vetett hit, és ez aláes egy csomó mindent. De ha egyébként a szex rendben van, még úgy is, hogyha egyébként ezt programszerűen csináljátok, ez olyan, mint amikor állsz a tükör előtt, mindig mosolyogsz, és azt mondod, hogy jó kedvem van, és egy szóval utáljuk. Én puszit dobok. Minden oké? Ezért nyilván beszélgetek magam, hogy megy ma Bari, ezért remekre kellett, csap bele Bari, irányul dolgozni. Én azt szoktam csinálni, hogy felveszek egy tűsarkicipőt, és megpróbálok egy félfordulatot tenni úgy, hogy közben hátra nézek a vállam fölött. És bujjál magamra nézek. És ez egy őrült szexi vagy, hogy dobsz egy puszit, és elindulsz dolgozni. És pörgetem a ridikülemet, ami lak. Szóval nem, hogyha, még akkor is, hogyha ezt én programszerűen csináljátok, akkor ez újra visszahozza a lelkesedést, meg a vágyat a kapcsolatotokba, és akkor a Miro Ednek kapcsán kezdett el vitatkozni a Zsolta, hogyha szerinte ennyire programszerűen ezek a dolgok nem működnek. Ez volt az első dolog, amihez így hozzászólt, és aztán utána arról, hogy hogyan lehet magot megtartani, és hogy ez micsoda marhaság, és hogy sokat lehet kell élni, meg hasonló. Szóval, hogy így, hogy nem csak állt, mint egy sült hal, hanem beszélgetett ezekről a dolgokról, és ez nekem tök fura volt, hogy a Miro is kivette ebből a... Hazamentetek, volt-e valami, vagy se? Volt. Jó. Ennyi. Hát látod a csicseri borsó, meg a rántott puliszka, meg a lencse. A sok P betűs, hogy meghozta. Ez jó, Júli, én bírom, hogy ilyeneket kipróbálsz. Jó program volt egyébként, én várakozáson felül. Árba húzós? Nem drágább, mint egy ilyen gurmiest, hogyha elmész egy lakást. Tehát nem százezrek. Nem. Mondom, én csak jó szívvel tudom ajánlani, mert nekem jó pofa. És annyi mennyire kábelbarát? Másnap nem volt, gyertek át, jó volt. Ma este hol találkozunk, tehát nem akarható, Sanyi, vagy egy klasszik kábelbarát. Jól éreztem magam, beletek dobálja kavicsokkal az ablakot. És Sanyi, halló, itt vagyok. Miről ezt nem fogod elvinni, kivel az ablak előtt. Jöttem magot megtartani. Olyan jól éreztem magam beletek, nincsenek barátaim, gyertek át ma, és csinálunk egy jó pitét. Sanyi, takar, hogy fájj, mert elég volt, köszönjük. Maradt még a parajos puliszkából. Csomagoltam. Hát nem szavarok, felugrom egy picit. Na, hát ez volt. Na, jól van. Szexi szerta. Ezt próbálj ki ilyeneket, Júli. Próbálj ki ilyeneket, jól hangzik. Puszi neked, na, folytatjuk, ciao. Hello. Játszunk egy jó kis hármas ugrást valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, Ildi vagyok. Hello, Ildi! Honnan hívtál minket, Ildi? Most jelenleg Szarvason vagyok, Békés Csaba Gyula fele tartunk, a 44-es főúton. Ó, hát nem sokára megyünk arra felé, de jó is lesz. Hát, addig, hogy már visszajövök ám Budapest, az a baj. Pont elkerüljük egymást? Hát, képzelhető, de sose lehet tudni. Mivel foglalkozol, Ildi? Én közigazgatásban dolgozom, irodai munkát végzek, úgyhogy kicsit ülőmunka. Ülőmunka. Na jó. Kedveltem, de azért csinálom. Jó volt a húsvét? Nagyon, igen. Igen? Kislányom, vártuk a locsolókat. Jöttek? Jöttek, igen. Nem sokan, de te úgy, mint annak idején vidéken, de azért voltak. Pára megöntöztek. Jól van, milyenek a kérdések, Elim? Könnyű. Mehetünk? Igen, állok elébe. Figyelj, Ildi, nyakba akasztóért, így szól az első kérdés. Mi a foglalkozás a Benedek Tibor olimpiai bajnok vízilabdázó édesapjának? Színész, profi színész. Így van. Ki van mellette, Ildi? Nagyszerű színész. A párom segít, most ő vezet, hogy én tudjak játszani. Egy bolond ügyvéd, azt mondja. Egy bolond ügyvéd, jó jön az egy bolond ügyvéd. Jól van, menjünk tovább? Igen, persze. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik legendás magyar zenekar egyik albuma a Mindenki? Mindenki. Aha, azaz. Jó, le.
ezt aztán a bolond ügyvéd nem tudja. Jó, és nem mondja. Hát de benne én... van, érzem. Hiszem, hogy benned van. Mindenki. Ezzel nem segítesz. Ezzel nem. Nem, ez az LGT. LGT lett volna. Gyermekkora emlékei. LGT. Pedig nem is volt ez annyira nehéz. LGT, egy híres, híres dal is van ebből, azt hiszem talán. Hát ez rövid volt. Az első jól igen. átmentetek, de a másodikkal viszont buktátok. Hát igen, ebben egy kicsit elbuktuk. Ildi, köszi a játékot, puszi nektek. Én is köszönöm. Sziasztok. Ügyvéd úr. Ciao, ciao, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Kérdezi valaki, a szép kártyát elfogadják? Ilyen, ilyen. Biztos. 3-4-10 lesz pontosan, 7 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz pontosan 4 perc múlva. Többen kérdezitek, hogy mi a helyzet az eltérített géppel, ami ugye most történik éppen. Hát most azt olvassuk, és Ákos is azt írta nekünk, hogy 4 utas és a személyzet kivételével mindenkit elengedtek az egyiptomi gépet eltérítő fegyveresek. Ezt egyébként a BBC írja. 8 brit és 10 amerikai állampolgár is utazott a gépen. Egyelőre eltérő hírek vannak arról, hogy hány fegyveres utazott a gépen. Annyi biztos már, hogy az egyikük robbanójuk van. Oh. És Alexandriából Kairóba tartott a gép, amikor eltérítették. Ugye Cipruson szállt le, a repteret lezárták, a gépeket pedig elterelik. Úgyhogy akkor most a személyzet és a külföldiek maradtak. Hát több szempontból is értelmetlen kicsit a sztori, ugye, hogy ez egy belső járat, hogy ott miért, hogy került föl a robbanó öv, azért hát ott írják, Alexandriában is hát a vizsgálat. Hát az egyiptomiak azért már hibáztak egy nagyot. Igen, ugye? Az is igaz, az orosz géppel. Az orosz géppel pont egy fél évvel, vagy nem tudom mikor, tehát ott már volt egy nagy baki. Valószínű olyan az ellenőrzés. Azt írja itt az Index, hogy 10 eurónyi kenőpénzért simán átengedik a csomagokat. Illetve hogy gyakran nem működik a csomagvizsgálógép, és ugye jelentik ezeket a hiányosságokat az egyiptomi légibiztonsági szolgálatnak, általában nem történik semmi. Igen, erről már ugye akkor is született egy cikk, amikor azt az orosz gépet felrabantották, hogy elképesztő, hogy milyen állapotok vannak az egyiptomi reptereken, hogy szinte azt viszel föl, amit akarsz, igen. Úgy abban a formában, hogy senki nem is ellenőrzi. Tehát pont lehet, hogy ott azért, vagy azért egyiptomi, mert baromi könnyű. Tudták, baromi könnyű fölvinni. Átcsúsznak. Igen. Na, hát ezek a legfrissebbek egyelőre. Reméljük, a dolog megoldódik. Mi mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egy internetes hírt találtunk, miszerint most már a könyvesboltokat sem kimélik, és lopnak a könyvesboltokból is. Méghozzá nagyon népszerű gyermekregényeket többek között, vagy ilyen mesekönyveket, inkább ezek nem regények. Bogyót és Babócát lopnak leginkább, de nem is egyet, 5-10-et fognak meg, egyszerre viszik ki, és próbálják eladni a fekete piacon. Mi hallgatóinkat arra kértük, írják meg nekünk, hogy mi volt az a pillanat, amikor ők tolvajt fogtak, vagy azért, mert biztonsági őrök, vagy azért, mert kasszások, vagy valamilyen elektronikai áruházban dolgoznak, mekkora fogást lepleztek le. Hát egészen elképesztő SMS-ek voltak, hogy ki hogy próbált már lopni benzinkútról vagy elektronikai áruházból. Ezzel a témával foglalkoztunk, valamint fölhívtuk Attilát, aki nagyon helyes módon használt tévéket szerel meg, és már több mint 200 tévét javított és adományozott kórházaknak. A Hempál többek között már jelezte, hogy köszönik, nem kérnek több tévét, mert tele van a kórház tévével, ezért más kórházoknak adományoz. Felhívtuk, beszélgettünk vele egy picit, hogy miért csinálja, hogy csinálja, és hogy lesz a sok-sok rossz tévéből jó tévé, amit oda tud adományozni. Úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, mi újság? Szia. 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 Na. Köszönöm, hogy örül neked. Látod, ő így örül ma. Milyen volt a húsvét? Jó volt? Nem volt? Teljesen normál, átlagos, hagyományos. Ilyen, mindig egy kicsit szenvedünk ilyenkor, hogy mennyire kell tartanunk a néphagyományokat. Gyerekkoromban ugye az teljesen természetes volt valamiért, hogy mi megyünk locsolni, de az én gyerekeimnek ez nem természetes, nem értik a lényegét. És csak a nagyon közeli ismerősökhöz, rokonokhoz megyünk, és kicsit nehezen indultunk neki. De aztán jó volt, tehát végül megvolt, és jókat röhögtünk. Hallottad, hogy Feriék, hogy összerondították az abroszt? Mit csinálsz? Mit csinálsz, Feri, hogy ott volt az a szépen vasalt kokkolóinó illat. Damaszt, és valaki oda tett egy zilbelsőt a fehér abrosz között. Rágyújtott ez a rohadék, képzeld. Ne, ez is tudom, egy szál cigit. Gyalázom. Az anyád, úristeni.
Jó volt? Nem, tudod, hogy a dohányzás az nagyon irgalmatlan jó. De mit berúgtál vagy? Be, de az előfordult eddig is, amit megint ugye nem tárcsolunk senkinek, csak szombaton így alakult. De azért sonkát is ettél, meg tornát, meg tojást, meg így ilyeneket? Így van, és ezt nem gyújtottam rá azóta sem. És akkor most visszanövezted a hajad, vagy mi lesz? Dolgozik rajta. Hát, mi dolgozom rajta, egyre pumuklig jutottam. Tehát, hogy már minden fazont kipróbáltam. Igen. De látod, hogy ez erre nem találtatok ki valami szankciót? Hát a fogadás már lejárt. Tehát igazából most már... Tehát, hogy sem eddig. Ez a fogadási tartott, hát a decemberig. Addig tartott, december közepéig. December közepéig. Tehát most már ugye most mi nem tudunk semmilyen revansot venni felém, vagy kérni valamit. Meg hát bevallotta, ami szép dolog, de... Hosszú-hosszú kell, a új fogadás utáni. Kell, akkor lehet miről beszélgetni, de így nem tudsz. Amikor én letettem a cigit, akkor azt mondtam magamnak, hogy én soha az életemben nem fogok többet rágyújtani azért, mert nem tök köhögve ébredek, mert büdösnek érzem magam, és valószínűleg a környezetem is, de azt azért vizualizáltam, hogy amikor ülök majd, nem tudom, 80 évesen, teraszon, amikor már senkit nem érdekel, hogy büdös vagyok-e, mert igen. Úgyse jönnek már a közelembe. Akkor biztos lesz a kezem ügyében, nem tudom, egy cigaretta, és akkor azt majd ott elszívom. Amikor már minden mindegy lesz. Aha, hagytál egy kis menekülő útvonalat magad. Te már elértél a végéig? Nekem már itt nem. Hát senki nem zavarja, hogy büdös. Igen, mert most mi van, ha nem éred meg a 80-at, érted? Ja, hogy na? Értem. Na mindegy, hát ez szép dolog ez, de legalább bevallottad. Hát jó, csak a rossz gyerek. Te hogy rakod össze magadban, vagy gondolod, hogy a hallgatók hogy rakják össze, hogy ez az ember, aki elkezdett egészségesen élni, futni meg. Jó, egy szál, hát azért ez nem a világ. Morning show. Igen. Hello, jó reggel. Azt a... Istenem, hány nő adta ki a kastam alatt ezt a hangot? Hányszor adtam ki én ezt a hangot? Istenem. Bizonyám. Ja. Itt vagy? Itt. Jó. mindjárt mi is megjövünk. Hello, hogy hívnak? Nem írtad alá. Karolin. És mit főztök? Karolina, hello. Karolin. Jaj, itt örül velem a lánykámpadni. Komolyan? Na, hát nagyon helyes, amit írtál. Hogy nagyon helyesek vagytok, hogy így örültök. Jaj, a fiam meg most erre ébredt föl. Hogy sikoltottam, bocsánat. Anya sikítozik, a gyerek rohan ki a hálószobába, hogy mi történt. Nem érti, mi a helyzet. Ugye az elszólásokról beszélgettünk, mert volt egy nagyon helyes M1-es riporter, csaj vagy műsorvezető, akit mi nem akartunk bántani semmit, tehát ez mindenkivel megtörténik. De hát ő ugye a népszokás helyett valami egészen más mondott, és nagyon szerettük. És te is írtál nekünk egy SMS-t, hogy nálatok igen. Is volt egy nagy elszólás. Mi történt? Igen. Először a polgári szertartás volt, és utána következett ugye az egyházi, és az anyakönyvvezető úgy vezette föl, hogy hát most mi következik, hogy most következik az egyházi szartartás. Az egyházi szartartás. Ezt mindenki munkadozva, diszkréten próbált röhögni, de hát egyszerűen összebb lett az anyakönyvvezető. Hát ezek a nagy elszólások. Na jobban vagy már, megnyugodtál? Jaj, nagyon örömegek. Hol hallgatsz minket? Bence meg kóvályog. Hol hallgattok minket? Merre vagytok? Budakalászon. Jó, van, örülünk, hogy így örültök. Ez nekünk mindig jó. Egy szép ajándékcsomagot küldenénk. Jó? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat hallgatunk titeket. Nagyon szeretünk. Köszi. Nagyon köszönjük, hogy így örültök. Párod mit csinál? Dolgozik? Igen. Lementhetem a hangodat ínségesebb időben? Nekünk már ennyi is elég, nem Jani? Bőven meg vagyunk már. Sok kis, ezt elpesztük 3 hétre. Puszilunk. Jaj, nagyon köszi, és minden jót nektek. Nagyon-nagyon sokáig szeretnénk még titeket hallgatni, puszi. Van, aki ezt nem így gondolja. Van. Vannak, akik ezt máshogy gondolják. Így van. Igen. A másik fronton is harcolnak. Nem mindenki van ezzel így, ahogy te. Köszönjük szépen, ciao. Nagyon köszi, puszi. Puszi, hello. Példaértékű, ahogy örülünk. Ilyenkor mindig eszembe jut, és lehet, hogy nektek is a 2011, 11. hó 11 meg van, amikor igen. Mindent adtatok, és szegény győztes annyira meg volt illetődve, hogy csak annyit tudott mondani. Kösz.
Igen. És körülbelül ezzel a hangsúlyon. Igen. Ja. Igen. Meg az, hogy nevezd meg két műsorvezetőt. Nem tudod, majd mondj egy másik műsort, nem tudod. Belegyúltunk. De ez egy jó, de jó hangulatuk is. Nap volt az. Csabi Kámra, meg zenénk? Hozom nektek Steven Tylert, akinek most a napokban volt a 68. születésnapja. Gondoljátok el ezt az embert, aki nem tudom, tehát annyira fiatalos, mint hogyha soha nem nyúlt volna a drogokhoz, mint hogyha soha nem állt volna a rock színpadon, mint ha most kezdene fiatalos, és lendület pedig van benne. És ez úgy becsülöm menet, hogy már százszor lejátszott agyonhallgatott dalokat, még mindig úgy konferálsz, mintha most hoznád először. Ez annyira tiszteletre méltó benned, hogy te egyszer, ugye? Téged egyszer, neked ezért egyszer kell valami komolyabb díjat adni. De tényleg. De pont, hogy ebből a például ebből a dalból, meg a Steven Tylerből merítem az energiámat. Nézlek. Hát hányszor át, volt egyszer még a 90-es években volt a Headbangers Ball nevű műsor, biztos emlékeztek rá, és ott voltak ilyen portrék, és az Aerosmith-t követték egy pár napig, akik lejátszottak egy 2,5 órás koncertet valahol, majd a Steven Tyler elment a helyi klubba, nem tudom melyik városban, ahol valami zenekar játszott, felpattant a színpadra, és az énekes helyett elénekelt még 5 dalt. Elképesztő. És aztán utána még ment mulatni a többiekkel. Tehát, hogy hihetetlen energiája van, és szerintem ezt mind a mai napig képes lenne csinálni. Jó, elég Csabi. 555-55-00 a telefonszám, kérjetek Csabitől. Kérjetek Csabitől a dalt, mi pedig holnap jövünk. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.